6 óra 8 perc, szevasztok, jó reggel, drága hallgatók. Bárki bármit szeretne, Lacika, egy kérésem van. Fogd meg, légy szíves, az az órát, állítsd 6 óra 8-ra a kis mutatóujjaddal, és tedd úgy föl, hogy függőleges legyen a 12 óra, jó? Mert nekem az a mindenem. Még egy picit, most már lehet 8 is félre. Igen, jó, ez így jó. Lacika, nekem ez így tök. Még a másodperc is. Még a másodperc mutatót is megcsinál. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, Laci. Jelöl, jó reggelt, sziasztok. Gyuri, jó reggelt, sziasztok. Anett, milyen szép megint. Jó reggelt, köszönöm szépen. El is mondom, mert Matyinál, vagy Marcinál? Marcinál. Marcinál voltál hajondolálásod, ugye? Nem így hívják, amikor csavarják a hajat? Hát hajsütés, de hát az ondolálás is nagyon jó, a 20-as években ezt alkalmazták. Kezd visszatérni ez a trend, igen. 20-as években. A 20-as, az alkoholtilalom alatt, vagy mikor, akkor ondoláltak? Igen. De nagyon jó, tényleg nagyon jó. Igen, rég volt már ilyen hullámos, és mondtam neki tegnap, hogy figyelj, csinálj belőlem valami jó csajt. Igen, és akkor ő nekiállt az ondolálóvasával. Elővett az 1920-as ondolálóvasát, ez lesz az. Felizította. És megcsinálta, hogy jó legyen a hajam reggelre. Hát mondanom se kell, hogy tudjátok, hogy ilyenkor egy csaj hogy alszik. Hát tehát, ezt akarom nem egyébként. Tehát, hogy kb. Majdnem ültem. Mert hogy féltetted a frizurádat. Igen, hogy legalább ma még legyen. Én is nagyon izgultam, mert én tegnap előtt voltam a lányommal fodrásznál, ami ugye nekem 3 óra ülés. Tehát igen. Egy ülök 3 órát, és ott történnek a dolgok, és akkor másnap ráírtam, hogy megvan még a szép hajad, és azt mondta, hogy meg. Igen. Tehát, hogy igen. Akkor megértem. Nézd, rengeteg idő, pénz, nyilvánvalóan, és hát, hogyha másnapra az egész elillan, akkor mi értelme van? Pontosan, és én is inkább mondom, kitartok, úgyis már hétvége felé tartunk, tehát most egy pár órás ülőalvás. Hétvégéig. Ráadásul én próbáltam a technikát ellesni Katitól, mert múltkor nálam csatornavágást csinált, azt nem tudnám, de ilyen hajvasalóval csinál ilyen kanyarokat a Nóri hajába. Wow. És mondtam, hogy ezt meg tudom csinálni. Apa, soha. Soha nem engedem. Mondom, de tudom, hogy kell, megnéztem, Kati, hogy csinálja, de nem engedik. Kati is azt mondja, biztos nem tudom megcsinálni. Nem olyan bonyolult ez, tehát ez a fodrászat nem olyan nagy dolog. Végül is mondhatod a lányodnak azt is, hogy tetoválni is tetováltam már. Na azért azt nem. Igen, mondhatnám, ha a nagyképű apa jönne elő, de apa lányával nem nagyképű, hanem szerény. De ezt nem merném, nyilván nem. Igen, de egyébként valahol egyetértek, mert egyszer én is kipróbáltam, és működött ez a fodrászkodás. Tehát én egyszer kisegítettem egy barátomat, aki úgy gondolta, hogy vesz egy ilyen hajnyírógépet, és akkor azzal magának milyen egyszerűen megoldja, és akkor sikerült ilyen tarajos sülcsíkokat nyírni a hátra hajába. Szándékosan? Véletlenül. Ja, véletlenül. Igen? És akkor áthívott engem, hogy mentsen meg. És akkor egy-két sör elfogyasztása után olyan szép meneteset nyírtam neki ezzel a géppel, hogy én magam is hát azt mondtam, hogy... Nem egy ördög lakott ez a fodrászat. Lássuk be. Hát jó, de én nekem mindenféle kellékem megvan otthon, visszatérve a hullámosításra, és én mégsem tudom normálisan megcsinálni magamnak. Tehát én kivasalni sem nagyon tudom. Nagyon durva, nekem is van diffúzorom, és nem tudom úgy használni, mint mi a ez fodrász. A diffúzor? Az a, tudod, ilyen nagy tárcsa, ilyen tüskékkel, és akkor az göndörhajra az jó. Igen. Jaj, az kamu, az minden hajszárítóba belecsomagolják. Az nem kamu. Minden hajszárító a belecsomagolják, én úgy dobom ki mindig, hát az semmit nem ér. Az fodrász sose használja. Igazi, igaz. Igazi fodrász, aki érti de a szakmáját, nem használja. Hajad van, egyenes hajad van, persze, hogy nem használja. Nem rám, hát látom, hát azért körbenézek, amikor ott ülök, látom, hogy ott ülnek emberek még rajtam kívül. Nem használják. Ez göndörre használja. Nézd, Lacinak működik, hát mekkora nekem sérülő működik, van. Én azzal szárítom mindig, csak nem tudom úgy, mint a fodrász. Diffúzorral szárítom. Diffúzorral szárítom a hajam, kérlek szépen. Újabb mozaik. Van nálam egy, nem is dobtam ki, hanem valahol félre dobta, de régi hajszárítókhoz van egy pár diffúzorom, odadom. Hozz már, Léci, mert hát, ha valamelyiknek passzol a bajonett zárja. Bajonett zárja. Na, jó, hát a fodrászattal így elcsaptuk az időt. Igen, én most szeretném a biciklis futárokat elintézni, hogy menjenek a ajára, de tényleg mindegyik. Nem érdekel, hogy fudóra vagy volt, vagy kicsoda, vagy micsoda, amikor szabályosan parkolok a városban. Halál szabályosan, gyerekek, és látom, hogy messze van, és odaér is rá egyet a motorháztetőmre. Ez volt. Figyelj, megőrültem. Tehát a csávó dühös volt azon, hogy szabályosan autóval parkoltam a belvárosba, és ő úgy gondolta, hogy biciklivel rá. Én ezt a bátorságot nem értem, mert mástól is hallottam, hogy rácsap a motorháztetőre, rácsap a tükrödre. Ne csapjon rá. Nem, hát nyilván ne csapjon rá. Hát, csak hogy mitől ilyen bátor? Hát a baromira nem tudhatja, hogy ki ülott benn, aki esetleg kiugrik, elkapja és szarráveri. Tehát nem értem, hogy mi az a bátorság, hogy ő bárkinek az autójára rácsap, mert az ő suhanásában egy picit meg lett gátolva. Tessék várni egy kicsit azzal a 4 szelet pizzával, amíg beáll valaki, az autós is azt csinálja, valaki parkol a belvárosban, hogy addig áll.
Hát ennyi. Igen, figyelj, ilyen helyzetbe kerülsz, legközelebb vedd elő a diffúzorodat, és neki. Nem volt nálam, Gyuri, de eszembe jutott. Én a diffúzort az arcába nyomnám, és ráugranék páros lábbal. Oh. Így érzek irántuk. Igen. De sajnálnám a diffúzort. Ez is egy újabb büntetési módszer a faudából. Igen, ott aki faudát néz, az nem ismer kegyelmet. Azt tudja, hogy a diffúzort hogy lehet használni. Üzenetek. Jó reggelt, szeretnék egy helyreigazítást kérni. Eddig is szerettem a két pasi meg egy kicsit, de amióta elkezdte az RTL újravetíteni, most már a gyerekeimmel együtt nézzük, és ezt meséltem Zöldséges Zsoltnak, a másik meg veled főni szeretnék még jóban lenni. Ja, hogy a Charlie Sheen miatt véget, igen, ezt Fati üzente. Jó, nem, mert mindenki azt nézze, amit akar, de hát... De két pasi meg egy kicsit muszáj. Nem, én azt gondolom, hogy Charlie Sheent, illetve hát ugye Charlie-t abban a sorozatból szeretni, és engem nem szeretni nem megy, akkor engem is kell szeretni. Vagy fordítva. Ha engem szeretsz, Charlie Sheent is kell szeretni. Ez tök jogos. Nem? Ez mi kéz a kézben vagyunk, Charlie Sheen. Igen. Be kell látnom, sokszor nézem én, és ez mintha bocsi lenne. Olyan, mintha hogyha valaki szereti a Sóskát, de nem szereti a Spenótot. Hát az lényegileg ugyanaz. Nem hiszem, hogy ezt a párhuzamot be kellett volna tolnod, mert most már benn van. Mert tök más. Melyik a bocsi, segíts ki. Hát tök más a Sóska meg a Spenol, tehát annyira közze nincs egymáshoz. Zöld, főzelék. Nagyjából az életed is így döntöd el minden alapon, ugye? Zöld, főzelék, aztán hello. Így van, Sóska vagy Spenót. Sok sikert az életedben a továbbiakban. Gábor, köszönöm szépen. Nincs mit. Csúszásmentes reggelt mindenkinek, Laca Biáról. Na, ez érdekes. Tegnap mindenki. A Lacika volt az első, aki fölment a teraszra, és azt mondja, hogy ne menjetek fel a teraszra 3-10-kor, mert ónos eső esik. Ehhez képest lementünk a földszintre, és semmi nem volt. Nedves volt az aszfalt, azt hello. Másik ismerősöm mondja, hogy náluk ott a nem tudom, Zuglóban csúsznak, esnek, kelnek. Mm-hmm. Semmi sehol. Én megyek haza. Nálam semmi sehol. És aztán, amikor tegnap drága tévéműsor szerkesztőségemmel, Ágival, Skype-on, ugye egy ilyen 3 órás sessionnel készítettük elő a mai felvételt, és ő is mondja, hogy ő segre esett. Ó, szegény. Ő pasarít. És akkor kinéztem, és láttam, hogy nálam is van valamilyen jegesedés a teraszon. Foltokban, ugye? És akkor kimentem óvatosan a Crocs-szal, mert ugye a hogy hívják, ez a járólap plusz jég plusz Crocs, az gyakorlatilag fauda. Az halálos kombináció. Az fauda. És igazából ilyen hókásás volt, meg ugye hát emelkedett a hőmérséklet. Tehát most az volt, hogy este elkezdett emelkedni. És nekem még volt egy járatom le a dohányboltba, ahol már ismerősök óvtak, hogy ne indulj el, hülye vagy. Már a dohányboltos szólt, hogy ne bocsi, ne. Ma negyere. És semmi nem volt. És most csak ezért mondom, hogy valahol nagyon elkerülte. Nem ez tudom. Az ónos eső nálad volt? Este bent voltam még a belvárosban, és kézzel hív a szembe szomszédunk. Mondom, Jézusom, ég a ház, vagy mi van? Mert mindig tök rendes szokott szólni. Azt mondja, majd ha jössz haza óvatosan, mert a környék meg az utca tükörjég. Tehát nálunk az pokol volt, ami ott a járdák. Az autók valamennyire nyilván ezt lejárják, meg megbontják ezt, ami az ónos eső csinál, de a járda az pokoli volt. Jé. Még most reggel is egyébként. Valamit még én is éreztem reggel ilyen foltokban, tehát egy csomó helyen már lehetett, és egy jó nagy láthatatlan foltokban jég volt szépen. Hát ez az 5 fok, ez elintézi. Akkor ezt szépen elmondtuk Laca Biával, Biáról együtt, vagy Lacával Biáról együtt, mert akkor tényleg figyeljetek, mert ennek még lehet, hogy van maradványa, bár tényleg emelkedik a hőmérséklet, amit mondtok, hogy csütörtökre lesz ilyen csúcs. Benzingőzillatú lóerőkben gazdag felnitörésmentes szép jó reggelt, Hegyalja úti istenkirályok, betegek jobban vannak, már Dobre Morgan Tonyó. Nem tudjuk, Atival mi van egyébként? Valaki nem tudom. Beszélt vele, mert mi hazaküldtük az újabb rosszul léte, vagy nem rosszul léte. Szó. Nem tud semmit. Akkor szerintem most rehabilitálódik. Rehabilitálódik, oké. Okay. Jó, mi meg ez a ki hogy? Anette, hogy vagy? Én jól vagyok, köszönöm. Most már minden elmúlt. Jó, nekem még egy picit. Van, de egy napról napra jó. Igen. Oké, Gabi bátyám, jó reggelt, Isten verte pávámmal, tegnap állatorvosnál jártam, dermatitiszt állapított meg a kedves doki. Az egy bőrbaj, nem? Igen, az nem az ekcéma. Mi a de mindegy is, de ezt hogy lehet egy páván látni? Az a metálkék tollak vannak. Hát az tök jól elfedi, hát nem kell minden dermatitisszel orvoshoz rohanni. Nem tudom. Na mindegy. De megnyugtatott, hogy túléli. Kezelés, gyógyszer, vitaminok csupán 60 000 volt. Hova intek mindenkit a pávától? Egy szörnyeteg, a McLaren-es. Ez milyen lehetett ezt a pávát becsomagolni és elvinni? Tehát ez hogy fogod meg ezt a egyébként nem kedves állatot? Hát hogy? De meg nincs tudod, a macskát, azt még berakod abba a kis macska hordozója. Kisket, ez a pávának be kell hajtani a farkát? Vagy kivágsz egy lyukat a nyakának.
Hát és akkor már hattyút is tudsz vinni. Na, innen több okból is praktikus. Na, de ezt el kell kapni. És akkor ugye azt az egész nagy faroktollat, amiért ugye kimegyünk a Margit-szigetre megnézni, hogy ott van-e még a páva, azt be kell gyömöszölni. Igen, de vigyázni, ne törjön el. Tehát, Közben ő nyilván ezt nem akarja. Ez nehéz. Igen, ez gyulladásos betegség, valamilyen allergiás reakció. Azt kéne megnézni, hogy mire allergiás a pávád. Na mindegy, jó. Nézzük meg időjárás jelentésünket. Anett írta, azt mondja, ma még a tavasz is megmutatja magát, akár a meleg rekord is megdőlhet, délután 5 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, délen lehet a legmelegebb. A januári tavasz sajnos nem lesz tartós, holnap már újra a tél lesz az úr, szombatra napos, száraz, de hideg időt ígérnek, sőt, vasárnapra és még hétfőre is. Ha ma fagy, akkor 40 napig fagyni fog, népi jóslat. Hát ma nem fagy, mint... Így van, tehát akkor ez azt jelenti, hogy nem lesz hosszú a terünk, ugye? Igen. Nehéz napok előtt állnak azok, akik érzékenyek az időjárás változásaira. Hát igen, ez a mínuszból plusz, pluszból mínusz, ez azért megterhelő. Piroska névnap van amúgy. Ami pirosunk, piroska, vagy csak van valami hülyesége, hobbi, amiatt hívjuk pirosnak? Nem, én úgy tudom, hogy piroska. Valami régi történetből adódóan, Bence név? Ezt kérdezem. Nem tudom, én szerintem ez anyakönyvezett név. Ne, én is úgy tudom, mint Anett, hogy ő vágó piroska. Igen. Amúgy. Egy piroska. Azzal sincs semmi baj. Jó. Ma van a szinoníma szótárak napja, tessék. Bizony, van igen. Már egy ilyen napunk is. Összeállítójának születésnapja alkalmával 245 éves született Peter, ki ez? Milyen nemzetiségű? Brit orvos egyébként, Peter. De ilyen Rozsé, olyan franciása. Hát lehet, hogy ilyen, keverék, tehát angol-francia. Na mindegy is, szinoníma szótár. Ez ugye főleg a hírszerkesztők nagy kincse. Nekünk, igen, nálunk. Tegnap nekünk. Mit tanultál szinonímaként a fenyőfára? Várjunk csak a tűlevelű. Tűlevelű, nagyon jó. Igen, igen. Majdnem nem működ. Kutyára? Négy lábú. Négy lábú. Igen. Angliára? Ködös Albion. Igen. Szar ez. Szigetország. A Szigetország, igen. Olaszok, macskazabálók, hát ilyenekből van reggel. Az ritkában a hírekben, igen. Igen. Választások lesznek a macskazabálók. 142 éve született Mici Mackó megalkotója Alan Alexander Milne. Uh-huh. Aztán 519 éve Franz von Taxis megindította a postaforgalmat a német, a bécsi, a francia és a spanyol udvar között. Igen. Ezért lett taxi a neve? Szerintem igen. Én erre tudok gondolni. Mert a von Taxis van olyan német nemesi család, von Thurn und Taxis. Igen. Ami nem is tudtam, hogy előbb volt a Mercedes 240-es dízel taxi, vagy a nemesi család. Hát ezt már nem tudjuk kideríteni. Hogy ki honnan vette a nevet? Hát gyanús, hogy innen vette a Mercedes. És valószínűleg igen? Igen. Na, 245 éve született, ez most még egyszer? Az nem létezik. Hogy beírtam kétszer? Hát nézd már meg a saját írásodat. Már nézem is. Az első pont, ma van a szinoníma szótárak napja, összeállítójának születésnapja alkalmával 245 éve született Péter Márk Rozsé. Ja, igen. És a taxi alatt 245 éve született Péter Márk Rozsé, az igen. Első szinoníma szótára összeállítója. Igen, jó. Hát ez az első. Melyik a fontosabb hír? Melyiket használja? A szinoníma szótár az első. Ezt hagyd is egyébként figyelmen kívül. Már nem tudom törölni, de nagyon, nagyon lázasan készítettem itt nektek reggel. Ó, gyerekek, na, ez fontos. 177 éve született dobos C. József cukrász, a dobostorta megalkotója. A jó Isten áldja a kezét meg a kreativitását. Ez így van. 69 éves Kevin Costner és Nyilasi Tibor. Uh-huh. Hasonlítanak is. Igen, és van még a másik oldalon is. Ma ünnepel még Jakubcsek Gabi. Isten éltesse! Igen, és én tavaly voltam a kerek szüli napján, annyira jó volt, annyira imádom ezt a nőt. Christian Fittipaldi, brazil autóversenyző 53, és Tóth Andi 25 éves. Uh-huh. Boldog születésnapot mindenkinek. 73 éve Hollandiában először használtak hazugságvizsgáló gépet. Jó, azért jó kis évfordulók voltak ma. Ez most kemény volt, ez nagyon oda tetted magad, főleg ez a szinoníma szótáros csávó, hogy kétszer megfordulhatod. Nekem mondjuk a második jobban tetszett abból. Ez egy új taktika, ha nincs elég évforduló, akkor beteszi kétszer-háromszor. Csak egy más szórenddel. Jó, Győr, plusz 2 fokos, plusz 10 lesz, esős, azt a mindené. Kaposvár, plusz 3 fokos, plusz 12 lesz, felhős. Calgary. De volt Calgaryunk is. Calgary is SMS. Na, majd mindjárt előkutatom. Calgary mínusz 26 fok, mínusz 16 lesz, és napsütés, Mezőtúr plusz 2 fokos, plusz 10 lesz felhős, és Budapest plusz 4 fokos, most plusz 13 lesz esővel. Azt írják Calgaryból,
A minap munkába menet előtt gondoltam, megtankolok. Siettem, így megfeledkeztem a kesztyűről, csak hogy mínusz 30 Celsius fok volt, mínusz 45 Celsius körül a hőérzet. Megfogtam a pisztolyt, és mire beletuszkoltam a tankba, mivel a cső a hidegtől igencsak le volt merevedve, éreztem, ahogy kicsi kezem hozzáfagy a vas szerkezethez. Ezután vagy 15 percet jajgattam, hogy lehetek ilyen hülye, tanulság, használj kesztyű tankoláskor mínusz 30 Celsius alatt. Szerintem épp, hogy megúsztam a fagyássérülés nélkül, randi teljesítve, lázásév tanácsait megfogadtuk, isteni volt a vacsi, sokat beszélgettünk kettesben. Nem is tartottam lépést Calgaryban, volt randi? Hát tudod, amiről beszéltünk, hogy párkapcsolatoknál az milyen jó, ha rendszeresen randiznak, és mondta, hogy ők akkor... Ja, hogy fognak. Úgy, azt hittem, hogy... Hogy új. Új, valamilyen kanadai híró belépett az életébe a tankoló lánynak. Egy Brian Adams, de nem. Na, nézzük a témáinkat, gyerekek. Ez nagyon érdekes, ami Amerikában most elkezdett trendé válni, méghozzá a Z generáció körében. Ők ugye a 1996 és 2012 között szülöttek. Születettek. Igen. Születettek, szültek. Nem, ők még nem, hanem ők maguk. Tehát akik ők megszült lettek. Akkor voltak bébik. Igen, na, tehát ők az Z-generáció. Képzeljétek el, ez a generáció elkezdett most tömegével vásárolni az okostelefonok helyett buta telefonokat, azért, mert egyszerűen nekik too much már, ami így rájuk árad. Hmm. Az, hogy mit, három közösségi felület csipog egyszerre, meg a chat programok, meg az e-mailek, meg minden a nap 24 órájában. Nap 24 órájában elérhetőek, valóban ez a három chat program egyszerre csipog, az a nyomás, ami alatt ők vannak, az Insta vagy a Facebook tartalmak állandó posztolásával, stb. És tényleg elindult a trend. Tehát ez most nem az, hogy három fiatal elárulta a New York Timesnak, hanem elindult olyannyira, hogy a Nokia, amely ugye ebben a mobiltelefon versenyben gyakorlatilag a loser végén csoszog. Igen. Azért nem mindig volt így. Nem mindig volt így, hát ők voltak királyok. Kiállt a Vox utcába egyszer a versenyben, igen. És aztán ott lemaradt. Így van. És a Nokia most jelenti, hogy valami 5%-kal nőtt az ő telefon eladási forgalmuk, méghozzá a buta telefonok. Eladásából. Tehát, hogy tényleg elindult ez a trend, és ez a gazdaságban is megmutatkozik. De ez milyen érdekes, hogy mi, akik beszélünk róla, hogy azért ez az okostelefon a mi életünkben volt egy olyan újdonság, amikor így kifejlesztették, megjelent. Így van. Hogy nem nekünk van belőle elegünk, és vágyunk vissza a régibe, hanem a fiatalok azt mondják, hogy nekünk jó az egyszerű. Ez tök érdekes. Ez tényleg érdekes. Mert hogy ez egy életmódváltás is, és akkor erről beszéljünk majd egy picit. Tudom, beszéltünk már valamikor arról, hogy tudnánk-e abban a korban élni, amikor még csak vezetékes telefon volt, meg nem tudom micsoda. De érdemes ezt még egyszer végigvenni, most ezzel a buta telefonnal, tehát nem az jelenti, hogy nem vagy elérhető, fel lehet téged hívni, de hogy nem fogsz háromféle chatprogramban 0-24-ben üzengetni. Nem, ha csajozni akarsz, Gyuri, akkor nem tinderezel, hanem valakit meg kell ismerni, akármilyen fura. Igen, vagy máshogy kell csetelni. Nem egyből hotline mindig. Pontosan. Akkor az, hogy a főnököd még utána tud küldeni egy e-mailt, hogy ezt nézd már még át, pedig 17 óra 32 van és otthon vagy. Aha. Hogy ez nincs. Ezeknek a fiataloknak nyilván van laptopjuk, tehát otthon majd megnézik az e-mailjüket, ha kell, de nem utolérhetők azonnal, nem számon kérhetők azonnal, nincs ez a nyomás, hogy állandóan csetelni kell mindenkivel. Igen, nézni, hogy mi van a másikkal, mert azt is posztolják, hogy ő éppen itt van, ott van, amaz csinálja, attól te izgulsz, hogy jaj, velem miért nem történik ilyesmi. Nézzük meg azt, hogy mi történne velünk, működne az, hogyha visszalépnénk ebbe a korba, az nem tudom, 2000-es évek eleje, igen, amikor egy ilyen sima nyomógombos mobiltelefonunk van csak. Jó, meg egyébként azon is gondolkodjunk el, hogyha ez mondjuk futótűzszerűen terjed, és ebben a generációban, ha valami elindul, akkor az nagyon elindul, hogy ez mennyire tudja befolyásolni mondjuk ezeket a szokásokat úgy általánosságban, vagy a digitális fejlődést esetleg. Hát igen, nyilván a digitális fejlesztők azok megőrülnek, hogyha nem kezded el használni, vagy nem használod a dolgaikat, mm-hmm. és akkor próbálnak olyat kitalálni, ami annyira nélkülözhetetlen, de ezzel lehet szemben menni. Abszolút. Na jó, meglátjuk ezt, ez egy érdekes téma. A másik, képzeljétek el, biztos mindenkivel szembe jött már az, hogy a TV2-n indul egy műsor. Igen. Ami ebben a műsorban érdekes, hogy ebben semmiféle szenzációhajhászat nincs, semmiféle valóságsó jelleg, se nem főznek. Tehát, hogy mindenféle botránytól mentes. Ez egy német formátum egyébként, a németeknek Báresfűr Rárez, most ilyen szépen mondom, néven fut, az angol nyelvterületeken Cash or Trash. Ez a kincsvadászok. Most azért beszéljünk már erről a műsorról, mert ez kilóg a sorból. Itt nem történik más,
mint hogy hétköznapi emberek, valamit találnak otthon a padláson, egy régi bútordarabot, egy lámpát, egy régi játékot, teljesen mindegy, egy dedikált képet Peléről, tehát mit tudom én, és elviszik egy kereskedő társaság elé, és azok, ha kell nekik, licitálnak rá, egyébként a saját pénzükből, zsebből megveszik, vagy nem veszik meg. De. Minden tárgy mögött van egy sztori. Ez izgi, hogy mik kerülnek elő. Mik kerülnek elő. Tárgyak? Én tudok erről, csak hát nyilván nem beszélhettem róla, mert ugye Fejes Tomi barátom, akármilyen furcsa, a tankcsapda dobosa, akármilyen furcsa, az egyik kereskedő. Tehát, hogy ő nem ért semmihez, nem, ez túlzás, jó, most úgy sincs itthon. Akkor meg nincs az országban, akkor szabad. Nem ért semmihez, de bizniszes fiú ő, na. Aha. Tehát szereti a cash-t néha kockáztatni is, nagyon szereti, az a cash még jobban visszajön. De mellette vannak műtárgy szakértők, vannak a bizományi áruházból becsüsök, meg mit tudom én, akik értenek mindenféle szírszarhoz, és ők ülnek így egy brigádként, és te eléjük mész, és vagy nálad van egy zsollai porcelán, vagy van nálad egy, nem tudom, csocsóasztal, amin játszott bizonyíthatóan Arnold Schwarzenegger. Tehát, hogy érted? És annak van értéke. Ebből mekkora koppanások lehetnek, mert mekkora kaszák is. Abszolút. Na, de most azt hiszitek, a Fejes Tomival fogunk erről ma beszélni. Nem, mert ennek a műsorvezetője Tilla, és olyan nehezen tudtuk rávenni Tillát, már a Gyuri el is nevezte Tildának. Ó, ugyan. Hát elfoglalt szegény. Hát van ilyen, mint kezdődik az új műsor, meg minden. Vagy így. Így van. És de Tilla ma elmondja ennek a lényegét, milyen sztorik vannak, mert ez indul valamikor jövő héten, vagy ezen a héten? Hétfőn. Oké. Okay. Jó, én nagyon kíváncsi vagyok, mert én a német verziót imádtam nézni. Évek óta nézem. Tényleg jó az és egész. És ott jó cuccok kerülnek elő. Nagyon változó. Aha. Nagyon-nagyon változó. Tehát néha megdöbbensz azon, hogy behoznak egy iszonyat ronda fotelt, de kiderült, hogy az Gustav Olafsson dán tervező tervezte, és a 80-as években iszonyat trendi volt, narancssárga is fröccsöntött műanyag egyébként. Aha. És mit tudom én, 1000 eurók röppennek csak úgy egy ilyenért. És már izgalmasnak hangzik, úgyhogy olyan tárgyakról van szó, ami nem a tied, nem te keresel vele pénzt, valaki pénzt ajánl érte, valami lesz be, és mégis izgalmasnak tűnik. Nem, abszolút. Mondom, a sztorik jó, az egész jó, nem tudom, a magyar milyen lesz, Fejes Tomiban bízom, a többiek lehet, hogy elég szereplő. Na, Tillával beszélünk erről ma, ez a lényeg. Váji Pista, autós témában ugye, hát friss német tesztek vannak, képzeljétek el, az elektromos autók téli hatótávolságát illetően. Ha nem bírják a hideget, olyankor csökken. Hát figyelj, a Pista nagyon rajta tartja a kezét ezen a témán, nagyon-nagyon figyeli az elektromos autók hibáit, bukását, mindent, és most megint megint hoz egy kemény történetet. Nagy drukker. Hát én mindig imádkozom, hogy télen ne elektromos autót küldjön a taxitársaság. Mert ez nem fűt be. Tehát akkor nekem pokrócokat kell még hoznom, meg termoszt, meg minden. Mert nem fűt be, mert félti az aksiát tőlem. Hát ez mindig meg kell kérdezni diszpécsertől, hogy készüljek-e pokróccal, meg termosszal. Mit küldenek? Na jó, szóval erről beszél majd Váji Pista, most jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, és hát ez Dr. Tóttal a beszélgetésünk, gyerekek, ez zseniális volt. Zseniális volt, a 90-es évekből így előkerültek ilyen egészségtrendek, amiket akkor használtunk, és Dr. Tóth elmondta, hogy melyik az, ami igazi, működik, vagy sem. Ma mi nyűgöz le, Laci? 7 óra lesz, 10 perc múlva. 43 éves vagyok, üzeni a Mrs. McCartney nekünk. Nyomógombos telefonom van, sose volt okostelefonom, nem vagyok közösségi oldalakon. Max napi 10 percet netezek otthon, arra ott van a tablet. Tehát, hogy igen, lehet így élni, és szerintem mindenféle veszteség nélkül. Ezt majd megbeszéljük később. Ja, sóska, üzeni valaki, a kedvenc ételem. Na. Ha csak spenót van, inkább éhes maradok, de azt meg nem eszem. Tehát, hogy... Igen, aztán hello, Föni, a jégre mellékesen egy hónapja vártam, hogy szervízbe vigyem az autómat. 8-kor leadtam, meló 1000-rel, délben hívnak, hogy a próbakör közben baleseteztek vele. Szerencsére a szerelőnek nem lett nagy baja, de egy óra alatt ott kb. 10 autót törtek össze a leesett ónos eső miatt. Szebb napot, üdv. Amikor az ember őszintén azt tudja mondani, hogy legalább a szerelőnek nem lett baja. Nem helyes. Ez tényleg helyes. Együttérző. Sziasztok, egy háját szeretnék kérni, a napokban született, Anett mindjárt elsírja magát a boldogságtól. Ez kutya lesz. Jó. Nem, sokkal jobb, mint a kutya. Jobb. A napokban született 4 kis fehér tigrisünknek. Az ötvös cirkusz írja nekünk. Komolyan? Igen. De jó. Én nem mehetek
mehetek oda? Meg de oda mehetsz. Az ötös cirkusz nagyon jó fejek, biztos, hogy oda mehetsz, csak szerintem amíg nem, tehát addig várni kell, amíg te megfertőzöd. De hogy nem, tehát ne fertőzd meg, ezért gondolom, hogy még... Még na, nincs immunrendszerük rendesen. Még nincs immunrendszerük, tehát még ilyen szopi tigrisekhez ne menjél, mert sok benned a kór. Ezt akartam mondani. Esküszöm, szétdögönyözni. Igen, ezt nem akarják. Ezért jó, négy van, tehát ha már három marad, akkor is boldog az ötös cirkusz. Csak egyet adnak oda a netnek, biztos, ami biztos. Igen. Nézzék, lett volna egy ilyen négy fehér tigrises számunk, de csak kettővel tudjuk megcsinálni, mert volt itt egy kis hölgy. De egyébként nagyon jóban vagyok velük, úgyhogy megszervezhetjük a gondolat. Én is szeretnék. Szóval szeretnél négy fehér tigrist? Te helyes. Na, a négy háját csinálunk. Négy tigris, meg négy háját. Tigris numero egy. Hájjá! Tigris numero kettő. Hájjá! Numero tres. Mondod rá. Ez egy spanyol. És hájjá! Numero cuatro. Ó, nagyon szép. De szépen mondod. Igen. Jaj, de boldog vagyok. Köszönöm, Gyuri, köszönöm, Bocsi, mindenkinek akkor köszönöm. Akkor elintézed? Fejvod az ötöséket, hogy, hogy amikor már bírja a tigris az Anettet, akkor egyszer meglátogathassa? Meglátogathassuk együtt. Hát mindenki szeretné, nem? Én mindenki, igen. Én is szeretnék. De én be is akarok menni. Az anyjához, jó? Ha már úgy legyen kövér. Letelem az anyja figyelmét, hogy addig tudjátok dögönyözni. Laci, mit találtál? Ó, szegény Schwarzenegger megérkezett Münchenbe a repülőtérre. Igen. Hozott magával egy 7 milliós órát. De őt stoppolták ott szépen, azt mondták, hogy ez az óra, ez most szépen itt marad, mert itt mi indítunk egy nyomozást adóelkerülés gyanújában. Mi van? Herr Schwarzenegger. Kidobták a kukában, mint a Vizer szokta ott a parfümöket? Nem. De mi van? Na az van, hogy a Schwarzenegger utazik egy ilyen saját alapítványának egyébként egy ilyen klímakonferenciája Ausztriába, és hozott magával egy Audemars Piguet órát, igen, hogy azt majd elárverezik. Ez egy 7 milliót érő óra. Oké. Okay. Jelen pillanatban megérkezett Münchenbe, és akkor mondták neki, hogy hát ez itt már az Európai Unió, tehát itt volt egy ilyen váltás az Egyesült Államokhoz képest, vámot kéne fizetni, de ezt nem tetszett bevallani papíron, Herr Schwarzenegger. Jó, ez nem teljesen így megy az órákkal, hát pont ezért az óra például a bűnözésben az egyik legjobb eszköz arra, hogy pénzt mossál át, vigyél különböző határokon. Hát akkor meg is van. Mert ugye egy órát a csuklódon hordhatsz, alanyi jogod. És ha ez drága óra, drága olcsóra, olcsóra, és ezt szokták csinálni bűnözők, hogy akár tényleg egy ilyen 7 millió, nem tudom, eurót érő órát a csuklójukra tesznek, átviszik Amerikába, ott eladják, az értéke az az, és hirtelen a pénz átköltözött oda. Tehát, ha ugye saját használatra van, de hogy a Schwarzenegger bevallottan ezt az órát árverésre bocsátja, azaz pénzbevételt generál ezzel az áruval, akkor valóban vámköteles. Ez gáz. Hát igen. És elvették? Elvették az órát. Hogy majd, ha megy vissza, visszaadják. Figyelj, óriási volt a sztori. Nem tudom, hogy mivel, mert a cikkben egyébként a CBS-en is megjelent ez a cikk. Ez nagyon durva. És nagyon durva egyébként tényleg a dolog az, hogy valami három órán keresztül stoppolták az Arnoldot, és hogy mondta, hogy jó, semmi gond, én most kifizetem a vámot, amit mondanak, hogy kell. Aha, akkor volt ott egy terminál, az nem működött, az nem fogadta el Arnold Schwarzenegger kártyáját, akkor elkísérték egy ATM-hez Schwarzeneggert. Tehát mint egy ilyen budapesti belvárosi étteremben. Milyen amikor... bájos, tényleg, mint amikor egy ilyen Váci utcai lehúzós étteremből a Terminátort kísérgeted. Na most akkor pénzt, most gyorsan. Mert van egy nagyon jó automata, akkor ott nem sikerült, ott a limit miatt nem sikerült pénzt kivenni. Igen, és aztán végül valami szereztek valami terminált, és ilyen három óra alatt sikerült valahogy elintézni a dolgot, tehát kifizette, de a cikk mégis azt mondja, hogy az órát ott kellett hagyni, mert hogy ő nem vallotta be ezt előzetesen papírra. Na ez meg a másik. Ez meg a másik. Tehát ugye vámon lehet vámot fizetni egy árucikre, de azért van, most egyszerűre lefordítva, ugye hát ismerjük a zöld meg a piros folyosókat a reptéren, ha bevallod. Tehát ha zöld folyosón mész, nem, elnézést, ha piros folyosón mész, és azt mondod, hogy jó napot, hoztam magammal egy Audemars Piguet. Igen. Szeretném vámkezeltetni. És akkor mit tudom, kifizet. Ha te a zöldön mész, és azt mondják, halló, gyere csak vissza, mi van magánál, oda már pigi, akkor már nem tudsz vámot fizetni. Aha. Igen. Mert az nem úgy van, ja, ha úgy van, hogy kell, akkor fizetek. Így van. Nekem ez volt a mázlim, amikor Boros Lajos feljelentett, az túlzás. Hát én voltam Kubában, ugye együtt dolgoztunk, voltam Kubában nyaralni, és a Lajosnak volt akkor olyan, nem tudom, humorérzéke, hogy adásban azt mondta, hogy ma érkezik haza a Bocsi,
és biztos, és tele lesz szivarral. Én ezt hallottam. De, hallottad ezt? Finoman hát így. Az a baj, a vámosok is. Elhintett. Hát nem kell itt spoilerezni, de ez pont ez történt. Azt a szentség. Képzeld el, hogy indultam a zöld folyosón, és volt nálam, nem tudom, körülbelül 5 doboz szivar. Uh-huh. Tehát ugye azt hiszem, hogy csak egyet lehet, vagy nem tudom, akkor mi volt éppen a szabály. És akkor honnan megállított a vámos? Zöldön akartam átmenni, megállított a vámos. Azt mondja, hogy honnan jött? Mondom, Havannából. Van-e önnél dohánytermék? Mondom, igen. Azt mondja, hogy mennyi? Hát mondom, akkor már nem gondoltam, hogy hazudni fogok. Tehát mondtam, hogy 5 dobozzal. Uh-huh. Jó, hát akkor azt vámkezelni kell. És nekem ez volt a mázlim, mert azt mondja, nézzük meg, annyi van-e. Tehát, hogyha mondjuk 8 doboz lett volna, uh-huh. akkor már bünti. Akkor már... És ugyanez volt, mint Schwarzeneggerrel, tehát egyenként kivette a dobozokat, megkérdezte, hogy mennyiért vettem, mondtam, hogy ennyiért vettem. Hát, az nem lehet, hogy annyiért. Hát a Boros úr többet mondott a rádióban. A Boros úr többet mondott a rádióban, és akkor de abszolút Schwarzenegger sztori volt. Aha. És akkor az volt, hogy de hát, mondom, de hát higgyel, ennyiért vettem, mert én nem a hivatalos boltba vettem, hanem volt egy ilyen díler. és akkor mondták, hogy ezt nem fogják elni a vámközpontban, hogy egy doboz az tényleg csak 10 dollár volt, mert ahogy 250 dollár az értéke mondjuk volt akkor. Mondom, most akkor mi legyen? Hát akkor legyen egy közép, mondom, ne legyen középérték, tényleg ennyiért vettem. Tehát most ez, csak a lényeg az, hogy ott helyben akkor ki kellett fizetnem 70 000 forint vámot. Köszönhetően Lajosnak. És ugyanúgy terminál, ugyanúgy készpénzt vettem ki, és kifizettem. És ez volt a mázlim, hogy én annyit vallottam be, amennyi valóban nálam volt. Ez egy teljesen korrekt vámkezelés volt. Ja, és onnan tudom az egészet, honnan tudják, hogy miért állítottak le? Ja, hát a Boros úr mondta a rádióban. Aha. Ezt ugye elmondta a vámos. Ez egész kedélyes dolog volt, 70 000-en bánta akkor. Már a reptérről hívtad a Lajost, vagy csak hétfő reggel mondtad neki? Jó reggelt, Lajos, van egy kérdés. Innen vált pokollá a Lajos élete további évekre. Jaj, aztán, hát mi van még Krausz Gábornak? Ugye eljutottunk ehhez a kérdéshez. Ugye neki a jobb karján van egy valós kép alapján készült Tóth Gabi tetoválás. Hogy azzal most mi lesz? Igen, ezt össze felmerült. Hát nem tudom, nekem eddig ez nem jutott eszembe, most láttam egy cikkben, hogy ez fölmerült. Annyit mondott, hogy mostantól meggondoltabban fogok tetováltatni. Ennyit mondott, hogy mi lesz a tetoválása. Igen, annyira diplomatikusan fogalmaz mindig ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Hát persze, hát el kell tüntetni, vagy csinálni belőle Jokert. Az a legegyszerűbb. Tóth Gabiból Jokert csinálni, azt minden tetkós meg tudja. Szerintem. Hát akkor hajrá, na ezek vannak. Köszönöm, benne. Köszönöm, Laci, óriási vagy. Jövünk vissza nem sokára egy nagyon-nagyon érdekes fejleménnyel. Az Egyesült Államokban indult ez el, ez a Z generációról szól. Tudjátok, ők azok, akik 1996 és 2012 között születtek. És ez a generáció, ennek már egy nagyon-nagyon-nagyon komoly része, elkezdett megfordítani a trendet, azaz az okostelefonok és azzal járó dolgokat ignorálja, és úgynevezett buta telefonokat vásárolnak egyre többen. Több oka van ennek, fenntarthatóság, de főleg az, hogy elegük van abból, hogy elárasztják állandóan őket információkkal, 3-4 chatvonalon kell tartani a kapcsolatot, Insta és Facebook verseny, a munkahelyen a főnök bármikor még ráküldhet egy e-mailt, hogy ezt gyorsan nézd át, tehát hogy nem, ez, és visszamentek gyakorlatilag majdnem a 2000-es években. Rájöttek arra, hogy védeniük kéne a pszichés egészségüket, és ez a generáció jött rá, nem mondjuk a miénk, vagy az idősebb. Nagyon-nagyon fontos lépés. Kérdés az, hogy ez tényleg világtrendé kezd-e válni, de a Nokia már érzi az eladásokban, képzeljétek el, hogy ez a trend ez beindult, és a buta telefonjaikat kezdték el kapkodni. Nem biztos, hogy hülyeség ezen elgondolkodni. Gondolkozunk-e mi is? Tudnánk-e így ennyiben visszalépni néhány évet, és mennyiben változna az életünk? Lelassulna? Felgyorsulna? Kapcsolataink másokkal? Kapcsolataink, párkeresés, és még sorolhatnám. Tehát egy izgalmas téma lesz ez. 7 óra 12 perc van, mindenkinek jó reggelt, szevasztok, hello Laci! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, drága hallgatók, jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, sziasztok! Anett, szia, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Na, az a helyzet, azt írják, drága Anett,
szupersztár vagy, már nem kell illegálban bemászni semmilyen nagy macska mellé. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy ez viszonylag könnyű út lesz a kis tigrisekhez. Majd, de jó, igen. Köszönöm szépen. Meg lehet ezt megtenni legálban, hát ugye Louis Mágus ezt előbb-utóbb meg fogja valósítani. Hát az ugye párduc volt, lesz. Igen. És felnőtt. És felnőtt, igen. Igen, és ugye és az bikini. Nem most. Van. És mi? És bikini. És felejtsük el. Igen. Na jó, gyerekek, sziasztok. Nekem azért lenne okostelefon nélkül elvonási tünetem, mert közösségi média nyereményjáték függő vagyok, puszi imádás. Aha. Erről mindjárt beszélünk. A cicusok még Monte Carlo-ban vannak, üzenik. Aha, hát megyünk. Végül de is nem, még megvárjuk, nem még hazajönnek. Csők, úgy a fiúk szerintem elég lett volna vámot fizetnie akkor, miután az órát elárverezték. Addig személyes tárgy. Honnan tudják, mennyi a vám alapértéke, amíg nem kelt el az árverésem? Gátlásos hülye gyerek. Gátlásos hülye gyerek, nem így működik ez. Tehát bevihetsz például országokba valamit, ha nem adod el. Abban a percben, hogy eladod és áruvá válik. Tehát elvileg, ha te az USA-ba kimész, és viszel egy bőrönd ruhát, amiben szoktál, akkor semmi vámmentes. De ha eladod, akkor elvileg nem vámmentes. Nyilván van egy áru érték, ami felett nem vámmentes valami. Tehát na most a szándékot tudták ezek szerint a vámosok, hogy ez eladásra kerül, hogy a vám értéke miként állapítódik meg, nem az alapján, hogy mit ér el majd az árverésen, hanem ez az óra azon a piacon mit ér. Aha. Az az alapja. Tehát független attól, hogy most lehet, hogy 7 millió eurót ér, de 12-ért fog elkelni, nem a 12 az alapja, hanem a 7 millió belső piaci értéke. Persze. És ez így van, és nem... Az a baj, hogy elmondta előre, hogy mire viszi oda. Persze, becsületes volt, és ja. Megszívta. Bocsi, a faudában is mindig buta telefonokat használtak a terroristák, nem véletlenül. Na gyerekek, hát akkor most megérkeztünk, itt van egy új trend, képzeljétek el, ami eléggé elgondolkodható, majd meglátjátok miért, ez egy amerikai tanulmány, és arra jöttek rá, hogy a Z generáció tagjai, ők ugye az 1996 és 2012 között születtek, ezek körében van egy új trend, méghozzá ők elkezdték tömegével vásárolni a hagyományos, hát mi úgy hívjuk, hogy buta telefonokat. Tudjátok, nyomógomb, stb. Különösebb applikáció. Kisképernyő. Kisképernyő izé. És ennek igazából két fő oka van, az egyik a pszichés egészség, a másik a fenntarthatóság. Fenntarthatóságot értjük, ugye az okostelefonok sérülnek, mi történik? Hát, azon a kijelzőcsere sok súlyos tízezerért, vagy a készüléket kell cserélni. Hát így van, hogyha az aksis a tropára megy, vagy ilyenek, akkor már nagyon nehezen. Nekem egyszer elrepült az egyik Samsungomnak a képernyője, ami ugye egy üvegfelület. És már valóban nem úgy javították meg, hogy azt levettek róla egy ilyen üveg valamit, és ráraktak egy új üveg valamit, hanem gyakorlatilag az egész képernyőt ki kellett cserélni, ami az elektronikával minden együtt, gyakorlatilag a telefon 80%-a az az egy darab egység. Igen, rá van építve arra az egy kijelzőre a fele nagyjából. Így van. És ez az okostelefonok nem így van, hát meg aksi. Hát te tudsz aksi cserélni a telefonodban? Nem lehet. Nem lehet hát már. Nem lehet ezekben már. Azokban meg emlékszel, régen pattintgattuk, meg tisztítgattuk. Igen, de, meg csak de csak az alapját nézitek, hogy melyik mennyire sérülékeny. Tehát az okostelefonok tényleg lejted az asztalról, hogy ilyenek, és már viheted a szervizbe. Azért egy régi buta telefonnal volt, hogy dobáloztál, és semmi. Abszolút, abszolút. Teljesen. És ugye az első a pszichés egészség, és ebbe menjünk bele egy picit. Tehát ennek a generációnak elege lett abból, hogy egyszerre 3-4 féle chatből csipog a telefonja, folyamatosan 4 közösségi felületen áramlik mindenféle más információ, jönnek a képek, jönnek a lájkok, neki is kell képet küldeni, kommentek, lájkolják, nem lájkolják. Tehát ha belegondoltok, most itt soroltam, szerintem a többségetek ebben benne van. Hogyne? Igen. Nem csak ti, most a hallgatók nekünk is. Abszolút, és abszolút igen, 3 féle cseten csipog, mert az egyik ezt szereti, a másik azt szereti, ez rám ír, az rám ír, és nézed, azonnal veszed föl, hiába vagy társaságban. Sőt. Nem, semmi, akkor is megnézed, hogy mi van a telefonnal. Csak nekünk nincs belőle elegünk, mint nekik. Mert igen. Mi azt gondoljuk, hogy kimaradunk. Azért azt se felejtsük el, hogy hangulat befolyásoló például az, hogy egy posztod milyen lájkokat, vagy esetleg diszlájkokat eredményez. Hogy ha valamit kiteszel, milyen kommentek érkeznek rád. Tehát egy állandó hangulat befolyásoló tényező, nem más, csak az okostelefonod. Abszolút. Ez így van. Én például magamon felismertem azt, hogy a nap folyamán folyamatosan keresnek, és innen jön üzenet, e-mail, mit tudom, egy idő után feszülök tőle. Tehát az, hogy folyamatosan valaki akar tőlem valamit, és ez az arcomba tolja az okostelefon, ettől feszült vagyok.
Hát ez az, mert régen, amikor az volt, hogy el akarok valakit érni, és mondjuk telefonon tudom elérni, akkor azért nem ére szarra hívtam föl, hanem okom volt. Tehát az egy valami... Nem? Nézd, ezek most de... Meg de. Tök mindegy, ráírok. Ez abszolút így van. Ráadásul ugye a buta telefonok idejében az SMS működött, tehát gyakorlatilag a csetelésnek az előszobája volt ez. Egyrészt pénzbe került, Darabra, tehát azért nem mindegy, másrészt pedig tényleg okkal írtál valakire, amúgy fölhívtad. De okkal írtál, és röviden, mert volt egy korlát abban is, tehát nem ott tényleg volt karakterkorlát. Karakterkorlát, így van. És aztán fölhívtad, és telefonon megbeszélted, ami egy sokkal komolyabb, idegen szót fogok mondani, interpersonális kapcsolat, szívesen, mint hogy a Viber, a Messenger, a nem tudom mi, nem tudom, odaraksz egy hüvelykujat, ami vagy föl, vagy lemutat. Érted? Nem zaklattál ok nélkül valakit egy mémmel. Bezzeg ma. Egy vicces, macskás videóval, hanem a tőle akartál valami. Azt mondjuk pont segít a napon. Nekem van egy csoportom, a különös szilveszter csoport, hát ott olyan gifek repkednek, érted, hogy én már okádok tőle. Mindig mondom, hogy kiszállok a csoportból, de azt mondják, visszavesznek. Nem tudok szabadulni. Most írja el magát a Dombi Tibi. Nem ő az, aki visszavesz azonnal. És jönnek a gifek. Tehát, hogyha mit tudom, valaki ír valami... kiakasztót, akkor arra jön egy ilyen gif, hogy mit tudom én, meghőköl egy arc, amit valami filmből kivágtak, vagy nem tudom mi, érted? És ettől olyan idegbajt kapok. Tehát én csatlakozni fogok az Z-generációhoz, mert ez kiborító. Tudod, hány ilyen hőkölő, meg vicces gifet kellett végignéznem, mert én estig nem nyúltam hozzá. Ez egy csetelő típus. Nekem is vannak ilyen barátaim, akik csak ilyen gifekben hajlandóak kommunikálni. És ott a repülő Coca-Cola-s üvegtől a furcsa táncoló emberen át mindenfélére van reakciója. Ez történik itt. Nem veszik észre magukat. Igen, ők képekben kommunikálnak. Mondom, ez egy külön-külön csetelős stílus. És mit érzek este, hogy nekem is valahogy egész nap nem reagáltam semmire, valahogy bele kell folynom. És akkor megint nyomás van rajtam, bizony. Tudod? Igen. Hát azért kéne lementeni ezeket a gifeket, hogy ezekkel tudjál te is válaszolni. Idő után megtanulnál ezt a kódnyelvet. Nem, az emojikot már használom, szégyellem, de használom, de ez a gif cunami basszus... Ez nem érintett meg, ja. Na jó, szóval a lényeg az, hogy a Z-generáció ez valóban a 90-es és a 2000-es évek közé akarja magát katapultálni, és ha belegondoltok, akkor azért minden nyugisabb volt. Most nézzük meg, tegyük fel, itt különböző módon vagyunk ettől függőek, én például nyilván egy csomó applikációt használok. Ezek azért nem hülyék, mert azért neki otthon van laptopja, meg tudja nézni este az e-mailjeit, ha akarja. Én nem tudom, hogy régen ki hányszor csekkolta az e-mailjét naponta-e, vagy csak két naponta, a fene tudja, de nem volt az, hogy a főnököt bármikor átküldhetett még, mit tudom én, 16 óra, 12-kor egy e-mailt, hogy ezt még nézd át, és válaszolj rá. Hogyne. És ott ülsz a villamoson, vagy a nem tudom, és meg kell tenned. Ott meg lehetett az, hogy majd, ha gép előtt leszek, akkor fogom tudni megnézni. És ezt mindenki megértette. De, okay. De most meg nincs is más lehetőséged, bocsáss meg, hiszen hogyha jelentkezel egy munkahelyre, akkor az az első, hogy mondják, hogy a céges e-mailt töltsd le a telefonodra, hogy bármikor utolérjél. Jó, akkor ezt a párbeszédet folytassuk le. Nincs okostelefonom. Hogy nincs? 2024. Mert nem szeretem használni, mert én azt akarom, hogy amikor befejeződik a munkám, akkor onnantól magamnak és a magánéletemnek és a barátaimnak élek, nem akarom ezt az állandó nyomást, ezért nincs. És hogyha van valami fontos elintézni való, ami... Erre van a munkaidő, nem? Hát a szerződésben meghatároztuk azt, hogy reggel 9-től délután 4-ig vagyok önöknél. Igen, bocsikám, de azt az üzletet el kell intéznünk, ahhoz még ma este válaszolni kell az ügyfélnek, tehát jó lenne, ha ránéznél arra izére, és ezért nem tudok kapod ránézni. A fizetésedet. Nem azért kapom a fizetésemet, hogy abból az első fizetésemből vegyek okostelefont, ugye? Tehát nekem nincs. Ezért adnak? Hát igen, akkor előbb-utóbb elhangzik ez, hogy köszönjük, Gábor, vannak még jelöltek erre a pozícióra. Igen, okostelefon. És akkor beperlem magát. Engem. Magát, igen. Nem tudom most melyik cég képviselete vagy. A HIA kisasszony terelje. HIA Kft. De valakit beperlek, hát nincs. Hát munka jogilag ilyen nincs, hogy nekem kötelezően kell legyen okos telefon, amit saját pénzemen vettem, saját magam fizetem a számlát, és elérhető kell, hogy legyek munkaidő után. Nincs ilyen. Sőt, te kerülsz börtönbe. Nem fogja neked ezt mondani, de majd azt mondja, aki kooperatívabb, azt majd felveszi arra az állásra. Neked nem fogja megmondani, hogy nem vagy elég okos telefonos, csak azt mondja, hogy tehát a másik az valahogy szimpatikusabb. Vagy amit a Laci mondott, hogy már eleve, akkor itt egy csomag, kapsz egy laptopot, kapsz egy mobiltelefon. Ja, igen, nagyon sok helyen ez a belépő. És a néger vagyok? Hát ez akkor nagyon nehéz kirúgni. Meg tudnád csinálni 3 reszt most?
Megnézném ezt a trükköt. És én, mint ugye színesbőrű, használhatom is ezt a szót. Ti nem? Na, igen. Itt vagyok. Tessék. Felveszem, most körül. Nem is kettőjéges laptopot. Nincs e-mail címem. Nem baj. Nem baj, színesbőrű úr, csinálunk önnek egyet. Mi, African American kukac? African bocsi kukac, Gmail. Afrikai kollégánk kukac. Ez a generáció, ez pont ezt csinálja, amit én. Dacol. Dacol ezzel a rendszerrel. Dacol, és milyen érdekes, hogy ők, és nem mi, akikre mondjuk rá lett ez borítva menet közben, hanem ők vették észre, akik beleszülettek ebben, hogy védeniük kell a pszichés egészségüket. Érdekes, hogy ők, igen, ők más még nem tapasztaltak. Én megtapasztaltam a nyugis életet is. Igen. És elvileg nekem kéne jobban oda-visszavágnom, mint mert ők. Igen, mert mi tudjuk, hogy mi az. És mit gondoltok, miért van ez? Hát figyú, nekünk újdonság volt ez. Tehát amikor bejött az életünkbe, hogy van ilyen, hogy nagy képernyő, ja, hogy elájultunk. Telefon, elájultunk, és tudod, milyen az ember. Kijön az új LED TV, kijön az új technológia, jaj, az új, akkor rá van gerjedve. Szerintem ez a... Igen, meg velünk meg lehetett etetni azt, hogy le fogsz maradni, le fognak öregezni, azt fogják mondani, hogy ó, hát te már nem is állod meg a helyed a társadalomban, hiszen nem haladsz a korra. Meg fel se vesznek az új munkahelyedre, ha nem vagy színes bőrű. Ezt el sem mondták. Arról nem is beszélve. És nincs, hogy fehér ember vagy, nincs más megoldás, vegyél okos telefont. És a mostani generáció, ez a generáció, meg vele született, ő úgy érzi, hogy nem fog lemaradni semmiről, hogyha majd az e-mailjét 2 óra múlva nézi, meg nem azonnal. Vagy ha nem posztol azonnal, bármit, amit lát az utcán. Nem is tud posztolni, maximum otthon majd a laptopján. Persze, ha igen. Van kedve, este ezzel foglalkozni. Hát kinyitja meg nekem, amíg felbútol. Az, na mindegy, gyerekek, mi lenne, hogyha most mindenki, mindannyiunk 2 hétre bedobjuk ide, mindenki tegye le az okostelefonját, szimkártyáját vegye ki, és 2 hétre... Nem nézegetünk bele egymáséba, ilyenek, ugye? Nyugtass meg. Nem ez a lényeg ennek a játéknak. Okay. Hanem az, hogy mindannyian kapunk egy ilyen úgynevezett butatelefont 2 hétre. Hogy változna az életünk? Lerassulna? Először is tudsz-e például üzenetet küldeni még ezzel a 1-2-3-4 ABC DEF? Hát lehet, hogy az első nem menne, de tudtam. Én valamikor nagyon tudtam ilyen üzeneteket írni, még úgy is, hogy nem néztem oda. Sokkal jobban egyébként. És... Hát nem viccelj, autóvezetés közben jobb kézzel lent, nézed az utat, bal kézzel fogod a kormányt, és hát még valószínű... a nőket is tudtad nézni, és úgy pötyögtetted a telefont. Mekkora csibész voltál. Hát nagy csibész voltam én, amikor még nyomógombos telefonom volt. Igen. De például, Gyuri, valljuk be, hogy például az ismerkedés a te esetedben is, mint sokak esetében, ugye eltolódott ezekre az applikációkra, lásd Tinder vagy valami. Tehát, hogy például akkor te hogy ismerkednél? Hát a klasszikus módokon, bizonyos helyeken, amerre jár az ember. Tehát elindulnál. Igen. Elindulnál. Egyébként én most is jobban pártolom ezeket az ismerkedési helyeket, meg szerintem könnyebb is, vagy valahogy így gördülékenyebb az egész. Tehát de a merítés kisebb. Nem... Hát, mert a Marcibányi tér és 50 méteres körzetének legjobb vagy legrosszabb nőit tudod összeszedni. Munkát kell belefektetni. Ez ha hobbinak érzed. Meg egészen gyálig is eljut a sugarat. A hírem, igen. Csak hogy távolabbit nem mondjuk. De téged ez nem zavar? Tehát lehet, hogy összehoz a sors egy közepesen szexi Marcibányi téri lányjal, pedig ott szunnyad valahol bikinében a gyári bombázó. Az a baj, hogy ezek a gondolatok mindig piszkálnak egész életemben. Búj elő gyáli bombázó? Mi van, ha gyálon ott a bombázó, és én meg itt ülök a Marcibányit? Igen, folyamatosan ezek kattognak. Hát igen, akkor a másik, például ugye ez is a fényképek. Múltkor láttam a Fókuszban egy riportot, hogy nagyon-nagyon helyes úrral, ő egy utca fényképész volt régen, és az utca jelentek, eszméletlen jó képek voltak. Mm. Tehát tényleg egy fekete-fehér fotó egy sztorit mesélt el. Bemutatták. Kérdezték, hogy ez miért nincs már? Azt mondja, internet. Ez volt a válasz, hogy az internet. Magyarán, hogy mindenki mindent fotóz már. Értelmetlen dolgokat, a kajájukat, a nem tudom miüket, a körmüket. Hány fotótok van most együtt a telefonotokban? Hú, rengeteg. Én megnéztem. Több 10 000. 23.718. 23.000 fotó van a telefonodban? Aztán, Gyuri, kb. Legalább egy 10 000 biztos. Igen, nekem is egy ilyen 10-15 000. Mit csináltok ezekkel a fotókkal? Tartjuk. Tartjuk. Valaki visszanézi-e? Megnézted-e?
Nem is, ráadásul nem is tudom visszakeresni, mert már nem mindig emlékszem rá, hogy most ezt, hol csináltam ezt a fotót, és így igazából nem is keresem vissza. Csak mondjuk egy hétig, még a nyaralás utáni egy hétig nézegettem, vagy elküldöm valakinek, is ennyi. Teljesen más értéke van egy fényképnek, egy pillanat rögzítésének. Nem magadnak csinálod, azért csinálod, hogy vagyok valahol, csinálok valamit, lefotózom, és amit Anett mond, elküldöm ilyen valakinek. Meg ilyen pótcselekvésszerűen, hogy ezt le kell fotózni, mert mindenki lefotózza. Igen, jó, mi lesz, ha nem marad meg az emlék? Oké, buta telefon van a kezetekben. Mi volt tegnap az a három pillanat, amit szívesen lefotóztál volna? Tegnapi napról az a három pillanat, amit szívesen... Görgessétek végig a napotokat. Ja. Három fotót adja. Azt gondolom, hogy nem volt három. Nem, mert akkor jó úton haladsz. Aha. Akkor tisztul a pszichéd. Köszönöm. Nem volt. Nincs mit tesó. Neked? Nekem volt nagyon cukin, aludtam állna az, meg a hajamat. Mégis nekem sincs. Aludtam állna és a hajamat? Igen, az album állnát szívesen lefotóztam volna, meg az új hajamat. Igen. Minden nap lefotózza az album állnát, amúgy. Ez hihetetlen. Tényleg? Hány album állna fotód van kb.? Szerintem a fotóim, a fotóim többsége a kutyákról van, de esküszöm, tehát tényleg. Igen, házi állat nagy csapda. Nekem is a Joláról különböző pózokban, a kanapén, a szőnyegen, a kis kosarában, ahogy alszik, minden meg van örökítve. Jó, mert akkor neked? Azt gondolod, hogy... Nekem tegnapról? Aha. Tegnap szarnapom volt. Hát a szar is fotó. Hát nem fotóztam volna semmit. A Gauland Ági lett volna a Skype monitoromon, ő nem szereti a fotózzát. nem lett volna fotó tegnap. De jó, nézzük, gyerekek, marad az SMS, mondjuk úgy, hogy az SMS pénzbe került. Tehát azért csínyán kell vele bánni, nem úgy, mint a Viberrel vagy a Messengerrel. Például mondjuk mennyi üzenetet küldenél, mi lenne az a fő üzenet, amit küldenél ma mondjuk a párodnak, amit ugye eddig egész nap cseteltél vele, de mondjuk lenne egy fő üzenet? Talán a fő üzenet az az lenne, hogy egyrészt, hogy hiányzik, és akkor egy üzenetben... Honnan tudod, hogy hiányzik? Már? Ja, lehet, hogy... Ne, hát érzi. Mert hiányzik. Igen, hogy érzem, hogy hiányzik. Jó. És hogy elmondanám, hogy milyen lesz a mai napom, meg hogy utána akkor este találkozunk. Meg kérdeznéd, hogy kész van-e már a borra, vagy mit tudom én, hogy valamit ő is írjon, nem? Gondolom, hogy azért erre válaszolna, hogy milyen lesz a napod, akkor ő is elmondja, hogy neked milyen lesz, igen. De hogy akkor röviden, ha csak egy üzenetet kell. De gondolj bele, hogy igen, hogy nem egész nap írtok egymásnak, egyébként a féltékenység szempontjából is ez érdekes, mert van, aki ide állandóan várja, hogy bejelentkezzen a pasia vagy a nője, hogy tudja, hogy hol van, éppen mit csinál, stb. Nem, itt napi egy üzenet menne, mit a 17:30-ra hazaérek és hozok bontott csirkét. Igen. Körülbelül. Igen. Hát ez a praktikus része ennek a dolognak. Most azért vettem csak elő a telefont, mert azt nézem, hogy mondjuk a feleségem az elmúlt két napban milyen üzenetek jönnek tőle nekem, erre nincs igényem, de ő megírja, hogy most kirakta az egyik gyereket a sulinál, én fogok elkésni, ez egy új üzenet, még újabb üzenet, kiraktam a másik gyereket, bent elmondja, hogy kivel veszett össze, és miért, hogy a közösségi használatú autóban fűszag van, tehát, hogy ezek a dolgok, amiket így este el lehet mesélni. Ő kommunikálna veled a nap folyamán, de te nem. Hát most erre mit mondjam, van, hogy fűszag van a kocsiban? Nem a miénkben. Van Wunderbaum. Igen. Tök jogos. Én Lacival vagyok most. Tök jogos. Régen az volt, hogy figyelj, még be kell ugranom ide, az elhúzódik, kb. 17:30-ra érek haza. Hozzak-e valamit a boltból? Max ez. És utána, ha hazaér, akkor mindent meg tudtok beszélni. A fűszagot a kocsiban, az óvodában a gyereket, vagy a nem tudom. Nem? Tehát, hogy... De nem beszélitek meg, mert ott is megy a nyomkodás a kanapén, az instázás. De, ha nem, meg nem. És az a féltékenységnek egy következő fokozata lesz majd, amikor... Igen. Az a féltékenység másik. Jó, de akkor nézzük meg, Anett, mondjuk képzeld el, a szerelmed elutazna a bordói bombázó bikinis borászok konferenciájára. De jól hangzik. Az minden évben nagyon nagy. Ők nagyon-nagyon nagy borászok. Így van, a bordói bombázó bikinis borászok. Ez a BBBB. BBBK. És ugye, hát ez Bordóban van, ahogy a neve is mondja. És elmegy négy napra. Hát ugye Franciaországból nagyon drága a telefon, ugye most a régi időket veszük alapul, az SMS baromi drága. Nyilván eltűnnek többször a pincébe, a Csabi és a bordói bombáz, bikini bombáz. Ott az nincs térerő, és hát tudjátok, hogy mennyire nyírkos a pince, ott dideregnek bikiniben a bordói borászok. Kinél van egy zakó, amit rámadhatna? Természetesen a Csabinál. De nyilván van egy finom zakó, de nem ez a kérdés. Mennyire volnál nyugodt? Mert ugye nincs állandó kontroll, nem tudsz videótelefonon becsekkolni, a bordói borászok boros pincéjében nincs wifi, hiszen minek. Tehát, hogy mennyire lennél nyugodt, mint itthon maradt fél?
Nem biztos, hogy annyi. Tehát bíznék a Csabiban, de az az igazság, hogy azért megfordulna a fejemben, hogy ott van bombázó csajokkal, akik ráadásul bikiniben vannak, és azon a környéken, amit ő nagyon kedvel. Tehát, hogy szakmabeliek. Igen, és még tudnak is beszélgetni egymással a borukról. Igen. Tehát azért biztos, hogy volna bennem féltékenység, vagy félelem inkább. Le tudnál-e küzdeni? Tehát ő tudnál-e élni úgy, mint az Z generáció, hogy pontosan ezt, mint bizalomnövelő, érted? De nem lecsekkolni kell és úgy bízni a partneredben, hanem nem szabad lecsekkolni a partneredet, akkor bízol igazán. Igen, igen. Tehát tudnál-e így élni, hogy a bordói bombázók és a szaraszotai szüzek borászati vizére ő rendszeresen kijár? Hát most azt mondom, hogy tudnék, remélem, hogy tudnék. Tehát, hogy nagyon hozzá kellene, nagyon át kellene alakítanom az életemet, igen. De emberileg téged ez formálna, hidd el. Persze. Biztos, nem elég a bordói bombázok, de amikor mi megérkeznek a szaraszotai szüzek, akkor kapaszkodjon mindenki. Jó, hát azért valószínűleg lennének álmatlan. Ha hazajönne, megérkezne a reptére, kimész érte, és hazaér, és lerakja a bőrönyét, leveszi a zakóját, te csekkolnál-e rajta valamit? Nem, viszont megkérdezném, vagy megvárnám, hogy meséljen. Tehát, hogy biztos, hogy kíváncsi lennék rá, és megpróbálnék uralkodni magamon. Ez menne? Menne. Nem menne. És a szaraszotai szüzek jó borászok, Csaba, hat hajam. De próbálnád zavarba hozni a kéréseiddel, hát ha lebukik? Tehát te eleve abból indulsz ki, hogy a bordói borász, bikinis borászokkal és a szaraszotai szüzekkel valami volt, mert nem megy másképp. Hát abból indulok ki, hogy mit keresnek a borászok. Megkérdezem, hogy figyelj, és mit keresnek ott bikiniben a borászok? Hát ez a társaság neve. Igen, hát valószínűleg. Nem... Na mindegy, és akkor biztos, hogy figyelj, biztos, hogy feltennék ilyen keresztkérdéseket. Hogy? Hát, hogy hát, ha mond valami olyat, hogy... De az, ne, azok rondák voltak, csak a nevük ilyen hangzatos. Jó, akkor megnyugodnék. Nem, hát figyelj. És fotókat se csinált, mert buta telefon van nálatok. Igen, de az emlékeiben ott nehéz ez. Na jó, köszi mindenkinek az őszintességét, tényleg ma ez egy közös terápia volt, egy csoportterápia. Igen. Köszönjük a lehetőséget. Igen, de most a hallgatóinktól kérdezzük meg, hogy tegyük fel, beköszönt ez az új világ, tehát újra beköszönt ez a világ, és mondjuk csak este látod a párodat. Aha. Napközben egyetlen egy üzenetet küldhetsz, mert iszonyatosan drága. Mint Bordóból is baromi drága haza küldeni bármit. Jó? Egyetlen egy üzenetet küldhetsz, akkor írd meg most nekünk, hogy mi lenne az az egy SMS a párodnak, amit ma megírnál. Uh-huh. Este találkoztok, de csak egy üzenet. Így van. Azt gondolom, hogy a szeretlek SMS-eket valaki vállalja magára, és a többi engedje el, mert ezekből nagyon sok lesz. De amúgy, tehát, hogy tartalmilag mi az az egyetlen egy üzenet, amit a párodnak írnál, napi egy SMS-ben legyen ez a mai napra vonatkozóan. Ez a feladat, amit adtunk a hallgatóknak, ez mit eredményezett? Iszonyatos lenyomatott a társadalmunkról. Picit szégyellem magam a férfiak nevében, de aztán meg mégsem, mert hál' Istennek ebből a sorból kilógok. Nagyjából az SMS-ek 90%-a arról szól, hogy valami kaja vagy pia legyen otthon. Igen, na, szekunder szégyen volt. Igen. Ez ugye a szekunder szégyen? Hát és rá kell erre látni néha. Nem. Ez nyilván technikailag oké egy családban, hogy mi legyen egyébként otthon, de hogy a párjával kapcsolatban egyetlen egy üzenetet tart fontosnak a nap végéig, hogy legyen otthon sör vagy kaja. Na, hát ebben ilyen álmacsóság is van. Ha nem? Ez viszont a szellemesség köntösébe van csomagolva, akkor még rosszabb a helyzet. Hát ezt mondom, ez a jó pofa vagyok. Jó, nézzük meg, van egy-két kilógó, kirívó is, de előtte egy ilyen. Ma 18 éves a kisfiam, nem kérek semmit, csak világgá akartam kürtölni. Mosolygos napot kívánok, Laci. Isten éltesse. Ez helyes. Engem a környezetem mindig lenézett, mivel mindig buta telefonom volt, de szerintem a telefon telefonálásra való. Lehet, hogy egyszerű lélek vagyok, de nem akarok a rabja lenni. Elképesztő, hogy emberi arcot sehol nem látni, mert mindenki nyomkodja, Ildi. Bizony. Sziasztok, de jó lenne látni az étteremben a vendégeket, hogy egymással foglalkoznak, nem a telefon simogatják. Johnny voltam. Hát ez így van, ez buta telefonnal nem tudod csinálni, hogy ott bámulod. Jó reggelt, gyűlölöm ezt a világot. Az irodám a zsebemben van. Minden pillanatban elvárják az ügyfeleim, hogy napra kész legyek. Én abban a világban élnék szívesen, ahol otthoni vezetékes telefon volt maxi, reggel 8 és este 8 között volt illendő telefonon felhívni a másikat. Nem csöröghetne, mert 8 előtt jövök el otthonról, és 8 után érek haza. Szép napot, Robi. Aha. Uh-huh. Hát ez még a vezetékes világ, igen. Na,
Akkor az üzenetek. Az egy üzenet naponta a párodnak. Vegyél egy karton bort, mert agyvérzést kapok. Egy mosollyal. Aztán kaját csomagolj. Aztán hozzál kenyeret. Fúha, gyerekek, ez egy napi így él Magyarország. Tehát ha valamit a párodnak, akivel együtt élsz, akivel megosztod az örömöt, a bánatot, egy üzenetet küldhetsz egy nap. Hozzá kenyeret. Vagy sört. Szedd össze a gyerekeket, mind a négyet, későn érek haza. Na jó, erre azt mondom, hogy oké, ez egy technikai üzenet, a családnak működnie igen. kell, és hogy ki hogy ér rá, oké. Aztán, sziasztok, SMS. Szia, ma mi lesz a vacsora? Ezt ne hízitek el. Igen. Asszony, vegyél sört egy esszel, tehát szimpla esszel. Asszony, vegyél sört. Sziasztok, kérdés, mit vigyek haza a boltból, Zöldséges Zsolt? Tehát ő segítőkész igen. legalább. Igen. Legalább funkciója volt ennek, igen. Csak egy üzenet. Tudod, hogy hol a helyed? Ez egy nevelő férfi. Gondolom, hogy férfi. Nem tudom. Aztán, mit csinálsz, látlak? Ez jó. Ez mint Anett küldte volna. Ami Bordóban történik, az ott is marad, ezt Cicus üzente neked. Igen. István jó is az így. Hétre otthon vegyél kiflit. Hú, nagy kifli parti lesz. Akkor üzenet, a gyömrő, mi ez, Peti Hentes üzeni, hogy imádom, és pénteken megkérem a kezét. Ennek van súlya. Igen, megírja a csütörtök, hogy pénteken megkérem a kezed? Ez se okos. Fel kell vezetni? Ennyire nem érdemes teljesen promózni az akciót, de... Na jó, van azért ilyen is, hogy szia drágám, legyen este vacsi, rajtad meg ne legyen ruci. Szasztarod. Össze ne keverje. Ez most az, hogy napi egy SMS-t írattok, ez nem azt jelenti, hogy gátlástanuló ez a minden szabad SMS, amit elküldtek. Amikor egy ilyen SMS-t olvasok, akkor miért nem egy ilyen Bradley Coopert és Jennifer Lawrence látok magam előtt? Tehát miért valami teljesen más figurákat? A saját mentális egészséged védelmében próbáld így képzelni. Zsemle, sajt, koktélparadicsom, postán voltam, alig várlak. Ez helyes. Igen. Hát ez... Dória Borással üzent amúgy. Halis kacok üzenetem, mi lesz a vacsora? Ladás Jóska. No. Itt minden helyén van. Ladás Jóska, valószínűleg krumplis tészta. Ikon, Jóska egy ikon. Szerelmem 30 éve hiányzol, nyugodj békében. Igen. Szia, hallottam valamit rólad, majd este beszéljük meg. Zárójelben az egész napja el van cseszve. Így biztos. Hallottam valamit rólad, este beszéljük, ez jó. Valakinek az is sok, ha napi egy SMS-t írhat, igen. A legjobb dolog melletted ébredni minden reggel. Ez helyes, igen. Akkor Anett, a baranyai bamba borászokhoz mikor jöttök Csavival? Vendégül látnánk benneteket, Nagykozári fuvaros. És Dórika, ugye tudod, hogy még mindig körbefutnám érted a tavat, Tibi? Ez aranyos. A régi emlék, valami ott történt a tó körül. Futás. Szia drágám, este spagettit szeretnék vacsira, és hideg zöld veltelinit. Kérlek, csak egy hálóing legyen rajtad, mikor hazaérek. Üdvözlettel, szerető párod. Tehát ő az végfázon, amíg ő eszik. Tényleg ezt a napi egy SMS-t összekevertek a három kívánsággal, de ezt köszönöm. Igen. Valahogy ettől mindenki azt gondolja, hogy este akció lesz. Szabad volt a gazda, itt tehát azt írtak, amit akartak, de hát ugye ez erről szólt. Tehát néhány férfi nem csak vacsit szeretne, hanem szexet is, a legtöbb csak vacsit, meg inni. Tehát, úgy látszik, hogy a technológia egy kicsit visszafordulása az agyadóják, hogy a nemi életüket be fogja lendíteni. Nagyjából igen. Ez jó, hogy Halloween-be vagy drágám, de úgy belaktam a krumplis tésztából meg ezt a veltelinit meg itt, ami már semmire nem vagyok képes. És én tökre el tudom képzelni, hogy aztán tényleg a krumplis tészta már ott rotyog, és Rozi ledobott mindent, és ott áll a Pepita kockás konyhakövön, és várja a Ladás Jóskát. Tehát, hogy látjátok ezt? Hallja a ház előtt a kéziféket. Szeleget nézem a mi kis falunkat, hogy lássam ezt, igen. Na jó, Hungary machine-ozunk, jó? Hát ez is egy hozzászólás? Nem, csak most láttam meg, hogy mi a feladványod a szöveggel, amit meg kell fejteni. Meg se néztem. Na jó, de oké, rendben van. Várj, erre tegnap... Na mindegy, jó. Nem, tegnap nem volt ez, nem. Oké, tehát Hungary Machine, ugye tudjátok, ilyenkor hívni kell a Gyuri, fölveszi a Ladás Jóskákat, kivágja, és aztán egy kedves hallgatót ide tesz elém. Ők is benne lesznek. Indul a Hungary Machine. És 8 óra lesz, 8 perc múlva. Aci, mit csinálsz háttal nekem? Meg kellett csuknom az ajtót. Ja. Oké. Jó, mennyire helyes üzenetek jöttek még, amelyek nem beolvashatók, de mint társadalmi
keresztmetszet nagyon jók voltak. Igen. Aztán valaki megsértődött ezen, hogy mi ezt társadalom tükörként mutattuk be, és azt írta, hogy ti mit írnátok? Zik. Ez nekünk szólt. Minden ilyen értállások vagyunk, mert attól, hogy nem lehet beolvasni, mi roppant jól szórakozunk. Azt a mindenit. Eltalálva érezte magát. Jó. És frappánsan vissza is csapott. Visszacsapott. Tehát ez egy verekedés. Akkor is, hogyha SMS-ben történik. Lecsapta a soros üveg nyakát, de hadd szóljon. Na, itt van velünk a Máté. Hello Máté, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Máté, higgadt, megfontolt ember vagy, gondolom a hangod alapján, így ítélem meg? Igen, általában igen. Jókat derülök rajtatok, hogy közben mondtam, úgy közben vagyunk most Ausztriában, hogy ki milyen SMS-eket szokott kapni. Itt inkább én szoktam a páromtól, mi bevásárlási listát általában. Többnyire az, tehát akkor te gyakorlatilag ilyen alárendelt rabszolgaszerepben vagy otthon ebben a kapcsolatban, ugye? Azért annyira nem vagyok rabszolga, de szoktam kapni, hogy ez hiányzik, azt hiányzik, tejkenyér. Jó, egyébként vicceltem, hogy nyilván ezeket a technikai dolgokat megbeszéli az ember. Kivásárol be, kimegy el a gyerekért, stb. Autóval állj ki, mert én jövök, meg nem tudom ilyesmi. Tehát ez teljesen oké. Mi van? Ez teljesen oké, csak gondoltam, hogy ha azt mondtam, hogy a szeretleket hagyjuk ki, és így ereztem szabadra a mi hallgatóinkat, nem gondoltam volna, hogy ez a kaja szex lesz, vagy inkább kaja pia, és talán még a szex. De nem baj, hát ösztönlények vagyunk. Egyébként a bevásárló listára általában, ahol két felnőtt ember van, ott már ugye tudja, ez a kajapia szexén az általában elő szokott jönni. És nem is kell hozzá. Nem mondom, hogy előjön, csak az egyetlen fontos üzenet egy munkanap alatt? Tehát nem tudom. Na mindegy, jó, ez nem kritika, csak... Nem, hát igen, amíg az ember egyedül van, ugye ebből a háromból nem minden merül föl, de párkapcsolatban már igen, ez van. Na jó, oké, kezdjük el. Figyelj, mutatjuk neked a dalszöveget Google által összekavarva. Hiszen vár, egy szuper jó parti vár rád, kizárólag formás csodálatos lányok, akiknek tetszenek a katonák. Hiszen vár, szuper jó parti vár rád, kizárólag pezsgő pukkanás, ez a mai nap kissé eltérő. Hű, de jó. Aha. Ez a parti vár rád. Igen, ez benne van, de mi ez? Ez egy, annyit segítek, hogy ez egy régebbi tévésorozathoz volt köthető ez a fő címzene. Bizony. Bomba jó parti vár rád, valami ilyesmi lesz az eredeti szöveg. Igen, mutatom még egyszer. Hiszen vár, egy szuper jó parti vár rád, kizárólag formás csodálatos lányok, akiknek tetszenek a katonák. Hiszen vár, szuper jó parti vár rád, kizárólag pezsgő pukkanás, ez a mai nap kissé eltérő. Egy nagyon vicces, hogy nézem a fotót a zenekarról, és ott az egyik az én nagyon jó barátom, Patai Tomi, aki ugye ma a Republik gitárosa, csak ott még hosszú hajjal középen. Ja. Katonák. Kulcs szó ebben az idézetben, valóban, egyre többet segítünk. Katonatolognak lenne a zenéje szerintem. Figyó, valamit most már kezdj el mondani. Vagy előadó, vagy dal cím, ami azt hiszem, hogy nagyjából a sorozat címe is volt, nem? Igen, ez volt a sorozat címe. Ez mi sorozatnak a címe? Közben itt segítenek nekem. Nem hiszem, mert mondanád. Lehet rosszul. Alakul. Ezt elmondtam el. Benne van a dallam és a fülemben, és nem fogom tudni most megmondani az előadást. Ó, de bosszantó ez. Igen, ezt millióan tudják. Egyébként egy tök jó sorozat. Mit? Még egyszer? Nem? Meg kimondtad, kimondtad, kimondtad. Na, jaj, sikerül. Mert angyalbőrben, más. Minden kicsit más. Én meg kimondtad, hogy angyalbőrben, úgy izgultam. Igen? Néha, mint hogy egy államvizsga lenne, és ilyen megszorongatós kézű. Tudom, hogy átolvastam a tételt, tudom, hogy mi a címe, de nem jut eszembe, tanár úr. Itt volt nekem is a fülemben, de aztán így összeraktuk a kollégáimmal. De látod, hogy jó indulatú tanárok vagyunk. Laci néni is, Bocsi bácsi is.
meg Gyuri névén. Igen. Jó van, Máté, most már elég. A Laci néni még oké, de a Gyuri néni azért túlzás. És akkor az Anettet nem említettük. Maradjak néni. Igen, na jó. Máté, a lényeg az, hogy lesz egy bocsizocsit. Így van, és egy téli sapka meg egy bögre lesz benne. Nagyon jó. Hát köszönjük szépen, jó utat nektek, hívunk majd, jó? Köszi! Rendben, köszönöm szépen, szia. Szia, Máté. Ez a Ődráj Telekom, vagy nem tudom, mint telefon, ez volt egy erős spétje ennek, ezt figyeltétek? Spét, ja. Hát olyan, hogy értsék ők is. Jó, gyerekek, jövünk vissza nem sokára egy új tévéműsorról. Azért szeretnénk beszélni, mert nagyon kilóg a sorból. Nem látunk belőle még egy kockát sem. Viszont két dolog miatt már érdekes. Egyik vagy egy jó barátom Fejes Tomi szerepel benne. Nekem ez már elég. Igen, és nem zenei műsor. Másik meg Tilla vezeti. Ez a Kincsvadászok. Nagyon-nagyon izgalmas ez a formátum. Én a német verziót láttam, évek óta nézem, szeretem nézni. Gyakorlatilag mindenféle tárgyakat, amit otthon kacatokat talál, vagy ékszert, vagy festményt, vagy nem tudom, bár egy kopott régi játékot, bevisz bárki oda, egy értékbecsűs picit megnézeget, és utána a kereskedők elé kerül, és azok elkezdenek rá licitálni, ha nekik ez ér valamit. Hát mert lehet, hogy az a kacat egyébként nem is egy kacat, hanem egy nagyon értékes tárgy. Így van, és minden tárgy mögött van egy történet, és innentől válik az egész baromi izgalmassá. Na, és most biztos azt várjátok, hogy Fejes Tomit hívjam, nem? Ő hadna nyaraljon, vagy nem tudom, mit csinál. Ki aludt a logóm, Lacika? Ujjaj. Addig nem szólalt meg, amíg nem ég. Ez nem az a távirányú. Ujjaj. Nem fog beszélni most már Lacika ma reggel. Hát Jó. Mi történt? Rákönnyökörtél? Miért puszírod meg a távirányítót? Forró a távirányítót. És szereti az arcához tenni a forró dolgokat. Hát valószínűleg már rátettél valamit, és állandóan működésben volt. Na jó, oké. Okay. Köszönöm szépen ezt azoknak, próbáltam korrigálni, akik ugye vizuálisan is élveznek bennünket. Tehát visszatérve erre, Tilla a műsorvezetője, és őt hívjuk az új műsorral kapcsolatban. 8 óra 12 perc, szevasztok, jó reggel, drága hallgatóink, itt van a Lacink, hello Laci. Jó reggel, sziasztok. A Gyuri is, szia. Jó reggel, sziasztok. Anett. Jó reggel, sziasztok. Mindig, csillog-villog, jó reggel. És gyorsan még egy üzenet az előző témához, mire számítottatok? Első a létfenntartás, második a fajfenntartás ösztöne. Épp most kapott kísérleti bizonyítást. Igen, semmi bajunk ezzel. Igen, csak egy kicsit vártuk, hogy hát az ösztönöktől el tudunk rugaszkodni, igen. Legalább úgy egy kicsit kirándulás tekintetében nem annyira. Igen, és ezért találunk mi a Gyurival nehezen párt, mert most megkaptuk, hogy mi van a Marcibányi tértől gyárig. Na jó, hülyéskedek. Gyerekek, annyira örülök, hogy végre indul egy olyan műsor a tévében, ami nem arról szól, hogy mit tudom, széttörzett tojás valakinek a fején, vagy így kell csúszni a saját taknyán és színes szalagon, és akkor gyakorlatilag megalázva kap egy kupát, hanem ez egy nagyon amúgy is meglepetés, mert ugye az én barátom Fejes Tomi, aki amúgy a tankcsapda dobosa, ebben hajlandó részt venni. Tehát őt annyira taszítja ez a bulvár meg reality világ, de azt mondta, hogy ehhez van kedve, ebben részt akar venni. Szóval izgalmas ez a történet, és ugye ő egy valamit nagyon szeret, a bizniszt. Mm-hmm. És mivel ennél a kis érzékeny pontjánál lett ő megkérve a bizniszt, tehát ő szeret pénzt adni dolgokért, amiért szeret még több pénzt kapni a végén. Hát akkor gondolta, azért odaül. Azért ő ide ül, odaül. Ugyanezt csinálhatod, csak leforgatjuk. Körülbelül. Nem, érdekes ez a formátum. Én ismerem évek óta, mert a német Bálaszfővár ezt rendszeresen nézem. Ez, ha jól tudom, az eredeti formátum, az angol nyelvterületeken Cash or Trash, és ez magyarul Kincsvadászok címen indul majd el. És a lényege az, hogy hát ez ilyen, mondhatnám azt, hogy műtárgy kereskedő show, de nem teljesen az. Egész Európát meghódította, de tényleg semmiféle ilyen botrán nincs benne, semmiféle szenzáció, hanem egyszerűen tárgyak mögötti történetek vannak. De és ez tök jó, hogy műkincseket, vagy ilyen érdekes régi tárgyakat fogunk látni a tévében. Hát túl azon, hogy látsz, de ugye van egy izgalom is, mert ezek a kereskedők, többek között a Fejes Tomi is, ezek licitálhatnak ezekre a tárgyakra, ha van kedvük, egyébként saját zsebből, ha minden igaz. Na, az ennek az egésznek van egy műsorvezetője, és ő is régi jó barátunk, nyilván leforgattak már ebből egy jó pár epizódot, jövő héten kerül a műsorba, de hát ő talán többet tud az egészről mondani. Itt van velünk Tilla, szia Tilla, jó.
reggelt! Jó reggelt! Sziasztok. Szia! Hello, hello! Hello, hello! Na, szóval ez nagyon izgalmas ez a történet, mondom, én a németet már ismerem. Szerinted, illetve te láttál nyilván egy csomó mindent, amit elárulsz, az elárulsz, tehát hogy másra bukkanhatunk-e mondjuk egy amerikai vagy német padláson, mint mondjuk egy borsodi padláson, ami ugye hozzátok került a műsorba? Hát szerintem ilyen helyi jelleg mindenütt van, de szerintem nyilvánvalóan Magyarország ez egy olyan kultúra, ahol például pont német területről rengeteg tárgy van. Tehát itt van egy ilyen, azért mégiscsak van egy ilyen regionális hagyomány, nem? Meg valahogy a németekhez nagyon sok közünk van, tehát német porcelánok, meg ilyesmi, ez elő fog kerülni, vagy például autóknál is, mert ez gyorsan mondjuk el, hogy ez úgy egy régiség, hogy nem feltétlenül csak ilyen kapott régi barna. Igen, nem csak ilyen barna bútorokra kell gondolni, mert szerintem ez a gyenge pontja, hogy egy picit az emberek azt unták meg az utóbbi évtizedekben, hogy nem kell ez a nagymamának, ez a kicsit büdös, már elhasznált bútora, hanem mindenből szép újat akarunk, de azért ha azt mondjuk, hogy autók, órák, ékszerek, akkor már mindenki egy picit megengedőbb szerintem a régi dolgokkal is. Abszolút, sőt, ezeknek kezd újra divatja lenni, de még a németeknél emlékszem, hogy régi, mondjuk rágógumi automaták, vagy reklámtáblák, ilyen fémes, rozsdás reklám, tehát olyan dolgok vannak, amire mindenki azt mondja, jaj, de jó lenne otthon egy ilyen. Tehát, hogy ilyenek is erről kerülnek, nem? Hát igen, igen, tehát na, tipikusan ilyen tárgy, amire én is felvisítottam, az a flip. Hát ki nem akart kamaszkorában egy flippert, vagy valami régi ilyen kóla hűtőt a szobájában? Tényleg az eredeti az eredeti Coca-Cola hűtő, úristen, abból lenne egy. Meg hát itt is lesz olyan tárgy, de ezt be lehet árulni például, hogy olyan 30-as évekből származó félkarú rabló egyenesen Amerikából, Las Vegasból, amin egy ilyen valami indián neve van, már nem emlékszem pontosan az egész szerkezetnek, de egy ilyen kifaragott, nagyon menő indián fej van a tetején, tehát azt annyira látod a szobádba, az egész 100 kiló, lehet húzogatni a kart, ha beleteszel pénzt, akkor az mai napig működik, tehát ha akarod, akkor reggel fölkelsz és húzol egyet. Jó, hát igen. De hogy ezeknél a tárgyaknál beindul az, hogy ez tényleg a saját múltunk, és mindenkinek a saját egyéni kis története is előkerült. Tehát nem csak az érdekes, hogy bejön egy ember egy tárgyal, és ő mesél, és elmondja, hogy ez honnan van. Tehát pont ez a félkarú rabló, ez Svédországon keresztül kerül hozzánk. Van egy svéd-magyar fiú, és akkor ez egy ilyen őrületes sztori, hogy ő apja gyűjtött ilyeneket, és akkor egyszer csak ő meg elhozza Budapestre ebbe a show műsorba, hanem hogy te ki vagy. Tehát, hogy neked mi jut eszedbe a nagymamádról, nagypapádról, szüleidről, utazásaidról, szerintem ez baromi izgalmas. Most például itt igen, mondtad ezt az egy tárgyat. Én most el tudom képzelni, most láttam egy képet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kereskedő van? Vagy ők... Nem, úgy van, hogy van kettő szakértő. Ja, két szakértő. Van két szakértő, a Kelen Anna és a Megyesi Balázs, akik nagyon-nagyon értenek hozzá. Az Anna, az a Virág Judit, az egyik leghíresebb galéria tulajdonosnak és kereskedőnek a lánya, tehát ebben a közegben nőtt fel, például ő a festményszakértőnk, és amikor valaki jön egy tárgyal, akkor először velem találkozik, meg a két szakértő közül az egyikkel, aki épp jobban ért ahhoz a területhez, és mi képbe helyezzük. Mi elmondjuk, ő elmondja, hogy szerintem mennyit ér, és mennyit szeretné érte kapni, mondjuk azt mondja, hogy kérek ezért 100 000-et, vagy 1 000 000-t, és mi meg meghatározzuk, hogy figyelj, ez a tárgy, ez valószínűleg 200 000-et ér, tehát vagy többet, vagy kevesebbet tudsz érte kapni, mint te gondolod. És utána bemegy az öt kereskedő elé, ott ül a fejes Tomi is, és akkor azok elkezdenek vele beszélgetni, és hogyha valakinek, vagy valakiknek megtetszik az a tárgy, akkor ugye elkezdenek licitálni, és ez is egy érdekes része a műsornak, amikor így belendülnek a licitálók, a kereskedők, és így egymás elől akarják. Hát ez a birtoklási téboly, ott beindul a gyűjtői szenvedés, egymás elől akarják megszerezni. És van olyan, amikor észszerűtlen árat fizetett ki az egyik kereskedő, csak azért, mert belehajszolta a másik egy licitbe? Persze, ilyen akció. Amit az elején nem is kellett hajszolni, ő vesz érdekes tárgyakat, majd látni fogja, amire a többieknek felszállott a szemüldök, hogy Tomi, ezt minek veszed meg? És minek veszi meg? Hát ő az egyetlen, aki nem tudja továbbadni.
Igen, de ilyenkor mindig, de ilyenkor nagyon aranyosan ő mindig be azt mondja, hogy én nem is kereskedek. Én ezt azért vettem, hogy kirakom a romkocsmámba, meg ez majd milyen jól fog kinézni, meg egyáltalán, mint ajándékba veszem valakinek. De jó, de nem. Tényleg igaz. Hát nem kaptál valamit, bocsi, tőle mostanában? Még nem, de én nekem mesélt, nyilván nem akarok lelőni semmit a műsor, nekem mesélt azért egy pár dolgot, tehát ez baromi izgalmas, de azért tényleg el tudom kézni, hogy a roncsbárba, vagy valami kiállítja ezeket a darabokat, vagy egyszerűen tényleg neki kellett, mert neki érdekes. De a többi... Gondolom nem, mint dobos. Nem, mint dobos. Milyen területről jönnek a kereskedők? De biztos hangszerek is voltak, nem? A hangszerek is, hát hogy ne? Hát ugyanígy a iszonyú menő, mondjuk egy régi gitár. Hát azért mindenki tudja, hogy egy régi Fender, nem tudom, én úgy jöttem észre, hogy minden harmadik embernek van valami közelhez, és valahogy így felismeri a legendás gitármárkákat, és valami zenekart is tud hozzá kapcsolni, és onnantól kezdve az a tárt már él, az már beindul. Aha. Figyú, a többiek milyen szférából jönnek? Tehát aki a fejes, ugye tudjuk, a többi az műkész szakértő, vagy hát antik boltja? Hát kereskedők. Tulajdonképpen a magyar műtárgykereskedelemnek a színe java. Tehát Nagyházi Lőrinc, hát ugye a Nagyházi is egy ilyen nagyon-nagyon híres aukciós ház és kereskedőház. Hát Budapesten, főleg Budapesten, van egy környék, mint minden ilyen nagyvárosban, ez ugye a Falkmiksa utca, meg ez a Margit híd budai, vagy Pesti híd főjénél, ha valaki már járt, akkor pontosan győzött vannak ilyen boltok, Fertőszögi Péter például a BÁF-nak, tehát az egyik legnagyobb ilyen országos intézménynek, erről is mindenki hallott már, nem a bizományjárványról, annak a vezérigazgatója. Tehát ő például egy ilyen művészettörténész szakember, aki mondjuk úgy vásárol a saját pénzével, hogy valójában ő egy tulajdonosok által megbízott ember, de egy nagyon giga cégnek. A Lőrinc az ugye magának vásárol, van Molnár Viktor, ő is dizájntárgyakat és egyéb műtárgyakat értékesít az Újlipótvárosban, ez még mindig az a környék. Akkor Dr. Katona Szandra, na ő vidék, ő magyar polány, teljesen Balaton felvidék től még egy picit északabbról jön, és őnek van egy ilyen nagyon-nagyon jó, férjével együtt csinál egy nagyon jó vidéki galériát, kereskedőházat, ő is egyébként igazságügyi műtárt szakértő, én ezt imádom, ezt a meghatározást, ezt annyiszor néztem, hogy mondjam, igazságügyi műtárt szakértő, mint ilyen sorozatban, és akkor hívják a Szandrát, és a nem tudom, megállapítja a lopott óráról, hogy az valójában... Wow! De a fotómal, ez egy nagyon menő foglalkozás, nem? Vagy legalábbis én nagyon menő, de itt nagyon esélytelennek tűnik a fejes barátom ebben a társaságban. Tehát, hogy vagy hát ember van pénze, és tudod, a pénz összehozza a dolgokat. De a fejes úgy kerül a képbe, hogy Én javasoltam őt, vagy én voltam az egyik, aki mondta, hogy hát itt van a tankcsapda dobos, a fejes Tomi, szerintem oltári jó fej, jó néha morog, meg úgy nagyon össze tud akaszkodni emberekkel, de szerintem az is jól áll neki. Valahogy én a fejest úgy ismertem meg egyébként különben is, soha életemben nem bizniszeltem bele, úgyhogy én a jobb arcát ismerem, nem tudom, de ugye de én mindig nagyon kedveltem őt. Tehát én mindig valahogy olyan érdekes fazonnak tartottam őt, röhögni is tudok rajta, hiszen nagyon jó humora van a Tominak, meg nagyon jó keresetlen tud lenni, ami hát tudjuk, hogy nem csak az életben, hanem az ilyen soműsorokban is jól jön. Egyébként, nem, abszolút, figyelj, egyébként igaz az, mert én a fejesnek, hát ugye tudtam, hogy elszerződik oda, csak mondtam, hogy annyi gázsit kérjen, hogy ha költ, akkor is pluszban legyen. Tehát ugye ezek szerint ez tényleg a saját pénzük, ugye, amit elköltenek a kereskedők. Igen, legalábbis én így tudom. De tényleg, figyelj, ennek az az értelme, hogyha ha a TV2 teletömni a zsebüket pénzzel, és TV2 állná a végén a cseket, akkor lehet, hogy elég furcsán vásárolnának. Meg esetleg, ha nem lenne benne szét, meg akkor azért ez nem mindegy, hogy amikor valóban meg akarsz szerezni egy tárgyat, és már csak ketten vagytok a licitbe, hogyha a TV2 tömi a zsebedet, akkor ugye lehet, hogy egy kicsit másképp licitálnál, és azért ez nem jó. Tehát maradjon meg ez az emberi rész, hogy ezt át kell gondolnod.
Jó, meg legyen neked fontos. Hát de legyen neked fontos, ez egy nehezen eljátszható emberi reakció. Ez abszolút igaz. Látjuk, hogy na ez értékes. Igen, nem, ebben teljesen igaz, az csak most nyilvánvalóan a barátomat védendő, hát ott van egy ártatlan dobos, és ott van tulajdonképpen öt ragadozó, tehát műkincs ragadozó, akik ugye ellentétben vele, ezeket nyilván azért vásárolják, mert azt az árrést kiszámolják abban a pillanatban, tehát ők profitot termelnek. És az én barátomra majd marad egy ilyen nagymamák által használt büdös rokokó szekrény, meg minden, és az nem tudom, hogy azt egyáltalán nem elszállítjátok a Debrecenben neki, tessék. De hát ismered a Tomit, hát ő 4 perc alatt alkalmazkodik bármihez, hát nyilván jégháltán is meg tud élni, tehát ő tehát a veszteségeit, ne sajnáljuk a veszteségeiért, vagy mit mondasz ezzel? Nem, hanem hogy nagyon könnyen beilleszkedett ebbe a környezetbe, és ő annyira kilóg ebből a sorból, hogy itt két lehetőség volt, vagy a kereskedők nem értik, és soha nem fogják megkedvelni, vagy nagyon megszeretik. Ez az utóbbi történt, tehát őt kifejezetten nagyon megszeret. Megszerették egyébként, amúgy is egy elég jó csapat jött össze, tehát azóta is mindig tehát különböző formációkban, de mindenki valakivel kapcsolatban van, és a Tomi is, a Tomi kifejezetten barátokat szerzett ebbe a műsorba, ha hiszed, ha nem. De nem, én elhiszem, meg ugye azért mindig az üzleti érdek mentén orientálódik, tehát ilyen téren persze vannak ilyen barátságok. Igen, ez egy fényes bagázs, itt gyorsan lettek barátai. Figyelj, volt-e olyan, hát te ott vagy, mint műsorvezető, gyakorlatilag ott semleges vagy és kedves, nincs is nagyon más dolgod. Volt-e olyan, amit behoztak oda, és azt mondtad, hogy úristen, ez nekem kell? Tehát, hogy és hogy meg tudtad-e dumálni a kereskedők, hogy ne annyira majd, akkor én kifizettem meg. Tehát tudtál-e magadnak szerezni valamit? Én meg nem álltam volna, hogy ne. Hát tudtam volna, tehát volt is, tehát volt olyan, hogy azt mondtam az eladónak, hogy mondott egy árat, és mondtam neki, figyelj, ha nem megy el ennyiért, vagy ha megnézzük, mennyiért megy el, akkor nekem kell. Én akkor ezt megvenném. Uh-huh. De az a baj, hogy nekem sok olyan dolog tetszett, ami aztán nagyon népszerű lett, és aztán nagyon fölment az ára, és akkor én már azt gondoltam, hogy na jó, hát ez már ennyiért engem nem érdekel. Tehát én ebben azért tudok józan maradni, meg tudod, azért én nem rohang, tehát azért ők egy másik szobában voltak, én nem rohangálhatok be, hogy bocsi, mégis nekem kezdődik, mert megjön a tégla. De volt, itt én reményem szerint pontosan ez az érzés fog előjönni a nézőkből is, hogy azt gondolják majd tárgyakra, hogy nekünk is volt ilyen, nekem is kell ilyen, és hol az Istenben van a nagyinak az, most el tudnánk adni jó pénzért, és ha majd lesz második évad, vagy egyáltalán, akkor majd még megérkezik nagyon sok ember, aki a műsor hatására kezd el dolgokat szerintem eladni, hogy más szemmel nézi, mert ugye az eladás is olyan, hogy el lehet valamit adni ilyen hűvösen, az üt van, nem kell, azt se tudom mennyit ér, nem érdekel, vagy el lehet adni úgy, hogy nagyra becsülöm azt a tárgyat, de nekem már nem kell. Amennyiben lesz második évad, gyakorlatilag tanácsként azt lehet mondani, hogy bármit előkotorhattuk ugye a régi fiókokból, padlásokról, tehát hogy nincs nagyon műfajilag meghatározva, hogy mi kellhet egy ilyen tévéműsorban, nem? Nincs, hát nyilvánvalóan ami törött, koszos, nem tudom, le lehet pucolni, de kopott, azt mondom, vagy mindannyian tudjuk, hogy kézbe veszünk valamit, hogy ránézünk valamit, hogy mi az, ami már ilyen roncs. Mi az, ami már inkább lomtalanítás. Hát ezt szerintem mindenki tudja. Tilla, mi volt a legnagyobb tárgy, ami méreténél fogva a legnagyobb volt, amit behoztak? Hát ami nem fért be a stúdióba. Értem, de az mi volt? Hát ezek a régi autók. Ezek olyat is hoztak. Ajjaj, hát van olyan hosszú, olyan amerikai autó, ami olyan hosszú tényleg, hogy így elfáradsz, mire körbejárod. És azért én nekem az eszembe jutott Elvis Presleytől elkezdve minden, és őszintén szólva, tehát mindenki látott már ilyen tárgyat, de amikor úgy közelről minden részletét átnézed, megbrumogtatják a motorját, és látod, hogy soha tényleg, hogy 1972, nem tudom, tényleg ott vagyunk Los Angelesben, vagy Las Vegasben, a filmekből tudjuk ezt, és olyan kényelmes, tehát tényleg 5-6-an beszálltunk, és még mindig volt hely a kocsiba, és elképzeled azokat a bulikat, ahogy ezek elindultak, vagy csak úgy cirkáltak ott az utcákon. Itt tényleg megelevenednek komplet kultúrák,
komplett korszakok, és ez egy nagyon jó időutazás. Komplett korszakok, komplett vágyálmok, amiket sosem élhettünk ki, vagy esetleg filmeken keresztül kiélhettünk, tehát csomó ilyen. Igen, hú? Abszolút. Még egyetén hadd kérdezek, hogy művészeti szempontból igazán értékes dolog, az került elő? Hát ugye, igen, abszolút került elő, de ami olyan nagyon-nagyon értékes festmény mondjuk, az azért kevesebb. Tehát azért azt meg kell érteni, hogy mondjuk egy Ripőronai József, egy Munkácsi, az nem véletlenül, nem feltétlenül kell eladásra, mert vagy valaki boldogan birtokolja, vagy már a múzeumokban vannak, stb. Tehát a magyar művészettörténetnek a legértékesebb darabjai, vagy az a kör, ahol tényleg ezek a 10-20-30-50 milliós dolgok, vagy akár 500 milliós dolgok röpködnek, azért az egy másik világ, tehát azt, hogy van ott egy Munkácsi, amiért 150 milliót a hónom alá csapom, és bemegyek egy tévéműsorba, azért nem teljesen ez. Ahhoz még kell egy pár évad. De van egy csomó más. De műfajánál fogva van egy csomó más. Tehát mit tudom én, például a Gusztáv című rajzfilmből el tudom képzelni, hogy egy kézzel rajzolt figura esetleg dedikálva a készítőtől meg mennyit ér. Vagy az eredeti... Hajjaj, hát meg nem csak plakát, olyanok, hanem az arra, hát mondok más, Puskás, Aranycsapat, hát van ilyen, tudod, ami Aranycsapat teljes aláírásától elkezdve, azért Szászendrék lesznek, meg egyebek festményben is, ha Munkácsi nem is, azért tényleg lesz egy-két olyan óra, aminek a márkáját mindenki ismeri, és el tudja, ez meg ékszerek, hát meg van olyan, tudod, hogy jön valami, és azt mondod, hogy ó, ez is, tudod, ami drága kő, ami arany, ezüst, az azonnal működik. Nagyon érdekes, mert a németben is van az, hogy meglepődsz azon, hogy hát ott van egy drága kő, ott van egy aranygyűrűben, és nem ér túl sokat. A másik behozza, és kiderül, hogy az olyan foglalat, és az olyan izé, és olyan nem tudom mi, hogy hirtelen 1000 eurók. Tehát, hogy annyira meglepetésszerűen tudnak ezek a dolgok alakulni. Nem akarom tovább húzni az időt, Tilla, nagyon-nagyon köszönjük. Tényleg... Hétfőn indulunk, én köszönöm, hogy persze jó lesz, szerintem izgi lesz. Szerintem nem is. Volt még ilyen műsor itthon. Így van. Várjuk. Nagyon köszönjük. Tilla, ciao, szia. Hello. Na mit szóltok? Ti nem láttatok ilyet, én láttam a németeknél. Ez tud működni Magyarországon, vagy nem? Szerintem nagyon. Nagyon. És ki is van éhezve a közönség szerintem egy ilyesfajta izgalmas műsorra. Ja. Nagyon király. Na jó, gyerekek, akkor menjünk erre a témára olyan értelemben rá, hogy a hallgatóinktól kérdezzük meg, hogy mi volt, vagy van esetleg nagyapádék, vagy nem tudom kinek a padlásán, ami hogyha ilyen emberek elé került volna, ezek a nagy szakbecsüsök, értékelők, stb., akkor akár nagyot is szakíthattál volna, vagy nálad van, mégis nagyot is tudnál vele szakítani, ha vinnéd. Igen, vagy nem tudod, hogy nagyot tudnál szakítani, de te úgy érzed, hogy na ebbe van. Ez érdemes lenne megmutatni nekik. Pontosan. És hogy miért? És hogy miért? És ez nem muszáj festmény legyen, tehát hallottátok, hogy mi minden lehet műfajilag. Így van. Így van. Na jó, 0-20-22-22-122. Bocskor Gáborral és Lovász Lászlóval. 39 lesz 2 perc múlva, hú gyerekek, csak ömlenek a tárgyak a padlásról, és mindenféle van, látod, hogy ebben, amit Szilvi írt, például mennyi történelem van, és mennyi gyász, felolvasom, és érteni fogjátok. Nekem van egy arany karikagyűrűm, ami vassal van kívülről bevonva. A déd nagymamámé volt, és mielőtt koncentrációs táborba vitték, így óvta meg. Most egy dobozkában pihen a polcomon. Hogy ne lopják el, vigyék el tőle, ugye aranyként, ahogy rengeteg aranyat raboltak, ezért ő vassal bevonatta. Hát ott csak szedtek le simán, persze. Igen. Sziasztok, egy régi szikszai juhászkampó 30 ezertől 300 ezerig érhet. Nagyapa juhász volt, most került a pincéből. A juhászkampó az, amikor a báránynak a lábát így elkapod egy ilyen kampóval, és akkor az nem tud tovább futni. Tudod, egy ilyen nagy rúd, és azon van egy ilyen kampó, egy ilyen vaskampó, és akkor a hátsó lábát így elkapod. Így a juhászokkal, ahogy ábrázolják a juhászokat. Azon támaszkodik, és éppen kell neki egy juh,
akkor azt mondja, hogy ott és elkapja a hátsó lábát, juh, megvan, és viszi a juhot, vagy enni, vagy pulóvernek. Vagy, mikor mi ez van kedve? Kedve? És ez 30 ezer-től 300 ezerig érhet, ez a nagypapa juhászkampója, tök jó. Hát, hogy olyan míves darab egyébként, vagy annyira rég lehet? Nem tudom. De fogalmam sincs, tehát látod, itt nem tudnám azt, ha én lenni fejest, hogy ezért mit adjak, 5 ezeret, vagy 50 ezeret, vagy 500 ezeret. Pedig őt biztos vonzaná a juhászkampó. 95-ből Kalóz-sziget Lego készlet. Borzasztó drága már, főleg ha bontatlan, üzeni Norbi. Aha. Hát igen. Van gyűjtőértéke a Legónak. Jó, nem vagyok szakértők. Van, na, ki mit kínál? Mi ez? Kalóz-sziget? Ez a Kalóz-sziget Lego készlet. Hányos? Igen, 95-ből. Ez már tematikus. 95. 1995. És bontatlan? Jól hallottál? Na, ez egy jó kérdés. Egyrészt minden darab megvan-e, avagy bontatlan-e? És ez valami, én úgy értettem, hogy bontatlan. És egyébként, hogyha azt nézem, hogy vannak olyan tematikus Legók most, amik ilyen 5-6-700 ezer forintot is érnek, meg annyiért veheted meg újan, igen, hát szerintem egy 5 kilót biztos, hogy ér. Ha van gyűjtőértéke, sose tudjuk. Igen, ezt nem tudjuk. Ja. 1977-es Volkswagen Buggy, sorszámozott darab, gyári állapotban, eredeti 77-es dokumentációkkal, az Apal cég gyártotta, az nem tudom ki, de hogy igen, Buggy-kat gyártottak, emlékszünk a Bud Spencer filmre. Hogyne. Doom Buggy, ugye ott van a dal. És az valóban Volkswagen bogár alapon készítették el ezeket a Buggy-kat. Hogyha abból egy eredeti van, az nagyon menő tud lenni. Mi az ára? Tényleg, vegyünk majd valamit. Sziasztok, Mária vagyok. Nekem van egy fényképem, édesapámmal van fotózva, Seres Rezső. Azt a minden. Kérdés, hogy ennek van-e értéke? Hát... Egy fotó Seres Rezsőről... Lehet, hogy ez inkább a családnak. Ez a családnak ér sokat, igen. Akkor a nagypapa által kapott Falióra hirsbáró ajándéka volt 1940-es években. Náluk volt a szobainas tanuló a papám. Hírsbárójéknál volt szobainas tanuló. Most anyunaknál van, szívesen megnézetném, de nem adnám el. Hát nyilván azon is múlik, hogy milyen óra, tehát az a fali óra milyen óra, ki gyártotta, stb. Stb. Az adja. Hírsbárót én nem ismerem, mert nem vagyok nagyon jártas. Hát de maga mint antik bútor. De a története nagyon szép. Igen. A története ez nagyon szép. Igen, nyilván, abszolút. Van egy 1957-es Strasfurt rádióm, az első 100 legyártott darabból, teljesen működőképesen, ez még fénycsöves. Aha. Egyetve csöves, igen. Hát? Nem tudjuk, biztos van értéke. De jól működnénk ebben a műsorban. Mi szeretitek a ilyen mindenféle műszaki cikkeket? Szóval, hát, hogy csöves az értékét nem tudom megmondani. Most én esztétikai darabnak venném meg. Igen. Tehát akkor valahova tudom, hogy akkor ott a helye, és akkor az tényleg jól néz ki. Ha jól néz ki. Tehát én abszolút optika alapján venném. Igen, és egyébként bármi, amit most felolvastál SMS-be, én pont én nem is tudok áron gondolkodni, nem. Vagy az, hogy nyereséget, hanem hogy érzelmileg mi az, ami úgy meg tud fogni, hogy magamnak. Igen, egy ilyen kereskedő tudja, mert ő látja, hogy a boltjában jönnek, mennek, kit, mi érdekel, és mennyire viszik el, tehát ő sokkal jobban tudja ezt. Na várjál, erre mit mondanátok? 1963 Real Madrid zászló Puskás öcsi aláírásával. Nagyapámé volt, majd apámé, én tőle örököltem, Sanyi. Tehát 63-as Real Madrid zászló Puskás öcsi aláírásával. Hát igen, és itt merül fel megint az, amit ilyenkor szoktak mondani, hogy ha van mögötte valami bizonyíték, hogy tényleg ő írta alá, nem is tudom, valahogy ezt alá lehet támasztani, ez innentől lesz szerintem nagyon kiugró. Igen, és ezt nagyon nehéz így bizonyítani. Nyilván az anyagból, a textilből, esetleg a tinta anyagából, állapotából talán egy szakértő el tudja mondani, hogy ez valóban akkor készült ez az aláírás, akkor meg valószínűleg miért hamisították volna. Igen, meg biztos, hogy az aláírást is össze tudja hasonlítani egy másikkal, egy profi. Nekem a birtokomba került 1988-ban II. János Pál pápa által dedikált fénykép. Előbb hallottam, hogy lesz ilyen műsor. Igen. Hát egy pápa autogram, biztos van belőle sok egyébként. De, igen, nem gondolom, hogy olyan nagy ért. Tehát, hogy érted, pénzé tehetően igen. Nagy. Nagyfater világháborús villanyszerelő sisakját oldalán két villámmal találtam meg. Vaj, mennyit érhet? Jó, hát ez a... igen, és még az is lehet, hogy nagyfater tényleg... Az igen. Volt, ami volt. Biztos, hogy van értéke, tehát még a náci relikviáknak nagyon nagy értéke van. Hát igen, mondjuk nem ilyen tévéműsorokban, meg ilyen nagyon nyilvánosan cserélnek gazdát, azt gondolom. Egyébként tényleg egy ilyen tévéműsorban el lehet vinni náci relikviát? Vagy azt gondolod, hogy ezt kiszerkesztik,
Mert nem feltétlenül rossz ember, aki gyűjtő. Igen, tehát igen, ezt akarom mondani. De nem lenne ízléses szerintem. Hát ezeknek, másokkal szemben igazad másokkal van. Igen. Szemben, igen, ezeknek valami kis hype-ot is csinálni. Igazad van. Nem... Igen. Azért abba gondolj bele, hogy ott egy kereskedő, aki azt mondja, ennyit ajánlok érte, mert én ezen majd tudok pénzt keresni. Igen. Tehát, hogy hú, de rosszitú. Ne, igazatok van teljesen. Ja. Jó, hangcsapdázunk. Így van, meg is mutatjuk, hogy ki a tegnapról. Tegnapról, és Geszti Péterre tippeltek, és nem ő volt. Na figyeljetek újra. Minden jellegzetessége benne van ebben a kis rövid hangfoszlányban. Nekem furcsa, én fel nem ismerném. Pedig rendszeresen hallom. Na jó, ha ki tudja, hívjon. Ez mi? Hangcsapda. 9 óra 7 perc múlva jönnek még a tárgya gyerekek. Figyeljetek, hello Istenek, nekem van egy magyar zászlóm, amit az 1986-os VB-re kijutott csapat dedikált. Szerintem sokat ér, mások szerint nem, hiszen egy párszor meghirdettem, de senki nem jelentkezett üzeni Big Tibi. Hát Big Tibi nagyjából megkapta a választ, vélhetően nincs akkora érdeklődés ez iránt, tehát ez sokat ér, mindig relatív, mi számít neked soknak, 30 ezerért odaadnád, vagy te milliókat remélsz. Hát igen, az érzelmi érték valószínűleg a nagyobb. És hát az a 86-os csapat az annyiban érdekes, hogy egyáltalán ki volt a VB-n, de amúgy meg különösebben sokra nem vitték ott sem. Szóval fene tudja, kinek mit ér. Sziasztok, nekem van a birtokomban egy 150 éves borbély szék, amit még apukám találta egy padláson, amikor kéményseprőként dolgozott, és megvette nekem. Azzal kezdtem a pályafutásomat, de most már csak pihen a padláson, puszi nektek, zöldhajú lány. Egy borbészék, az a rendes, igazi bőrpárnázott, krómos darab, ami így állítható, hát az gyönyörű, hogyha egy olyan. Hát az biztos, hogy nagyon jól néz ki. Tehát egy dizájnban egy ilyen bútor, nem tudom, egy lakás dísze lehet, vagy... De hogy... Lakás dísze lehet, sokszor üzleteknek a dísze, tehát hogy ilyenekért is vásárolok, szerintem az biztos, hogy kerendő. Jó reggelt, nekem van egy aláírás az aranycsapat tagjaitól, még édesanyám iratta velük alá tinédzser korában, szeretem a műsort, Attila. Szerintem nagyon sok aranycsapat aláírás van. Igen. Csak itt volt már 4. Igen, pontosan. Sziasztok, 1975-ös Skoda S100-as, első tulajdonos, 10.000 kilométer, 40 éve meg sem moccant. Mi van, nem hiszel benne, Lacika? A 40 éve nem moccant autókban, nem hiszek. Aha. Azokat de mozgatni kell. Azokat mozgatni. Azért helyre lehet hozatni. Helyre lehet hozatni, csak az nagyon sok pénz. Aha. Mire szétszered, és összerakod újra. Igen. Oké, nem túl régi, és nem nagyon márkás, de a fiamnak van egy gitárja, melyet a Linkin Park egy összes tagja aláírt, még Chester is. A szobája dísze, nagyon jók vagytok, Kati. Hát kérdés, hogy a gitárnak mi a sztori, ezt a fiad vitte oda, hogy írjátok alá, vagy... Akkor is értékes lehet, mert ugye ezt ebben a formában így már nem tudja aláírni a csapat. Csak megint a kérdés, hogy valamivel alá lehetett támasztani, hogy ez ott és hát akkor igen. Úgy történt. Meg ha a gyerekednek ez sokat ér érzelmileg, akkor azért nevedd el tőle, azt adod el itt most. Ráadásul nem mindegy, milyen, hogy egy elektromos gitárról van ez szó, vagy egy akusztikus gitárról, egy 40 ezer forintosról, tehát hogy azért az sem mindegy, hogy gyakorlatilag vettem egy olcsó gitárt, és az aláírattam egy koncert során a zenekarral, vagy a gitár kapcsolódik-e valamilyen értelemben a zenekarhoz, hogy hasonlóan, nem tudom. Nagyon nehéz ezt megmondani. Az aláírások önmagában azért olyan sokat sosem hoznak, de még az amerikai verziókban sem. Régen talán tudod, amikor még nem ez a... Nem tudom, ma már szerintem könnyebb megszerezni akár világsztár aláírását. Hát nézd, egyrészt aki meghalt, másrészt, hogyha például gitárról beszélünk, vagy egy baseball ütőről, vagy valami, akkor ha azzal tényleg játszott. Igen. Vagy kifejezetten mondjuk egy emlékezetes mérkőzésen azt használta. Na, ezek a dolgok. De azokat valamilyen módon fotóval, bármivel bizonyítani kell, tehát és azok nagyon sokat érnek. Így van. Jó. Istvánnal játszunk. Szia István, szevasz, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. István, hát annyira drukkolunk, még a Zanett is bejött az előbb, hogy ugye ez az a fiatal ember, akire ő gondol a hang alapján. És én kitaláltam, István. Remélem, én is kifogom. Oké, okay. István, kezdjük, figyelj, megmutatjuk a hangot még egyszer, jó? Jó. Kihább, még idején rejelzést, gondolkem a tov, nekem a napta sar. Az egy paszt, az előnáglatán, prof, hogy a napja, hogy a mond. Na, kire gondolsz? Jól sejtem, hogy egy műsorvezető? Jól. És ott van a Retro Rádióval, és ő a Dénes Tamás. Bizony! Én még annak idején nekem az egyetemen a prof azt mondta, hogy aki 3-4 napnál tovább adja ugye az előrejelzést, a sarlatán. A prof azt mondta. Azt mondta, hogy a prof. Ez az? Igen, megvagy István. Mi van? Ugyan azt mondta, de örülök neki.
Te mitől ájultál el, Laci? Laci értett valami mást, amitől én hirtelen én is. Ugye, hogy te is azt hallottad? Az egyetemen a prof azt mondta. Aha, jó, oké. Ezt mondta a Dénes Tomi. Igen. Tagolás nagyon fontos mindig, és ezt Tomi is mindig elmondja. Oké, na István boldogságát nem is hallottuk, hát ő most közben kúrjongatott, hogy mennyire jó. Hogy volt, volt? Ez az végre. Jó. Oké, meg lesz a bocsizacsit. Benne a téli sapkával, meg a bökrével. De jó lesz. Jó ám. Jó lesz neked. István, hívunk majd, és akkor a címedet is tudni fogjuk, jó? Rendben, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm nektek. Köszi. Szia. Sziasztok. Szia. Na, sziasztok, 4 éve adtam el egy porcelánfejű babát 1920-ból. Uh-huh. Családi tulajdon volt 4000 euróért. Az igen. Hát akkor az lehet, hogy valami különleges vagy nagyon ismert gyártótól tud lenni, és nyilván hibátlan állapotban. Persze. Valószínű, és igen. Akkor ezek valóban ennyit érnek. Na jó, Váj Pista következik mindjárt. Autós téma, és hát tudjátok, Pista és én, ugye nekünk benzin csorog az ereinkben, nagyon kritikus szemmel nézzük ezt az elektromos autós vonalat. Persze van a másik oldal, ők aztán büszkén robognak a Teslájukkal, mindig megmutatják az M1-es, M7-es kivezetőn, hogy az övéké jobban gyorsul. Nem az enyémnél, de a többieknél. De pontosan tudjuk, hogy már nem tudom, Velencénél ugye le kell menniük tankolni. Igen, vagy kiállnak a külső sávba, és akkor átvesznek egy 80-as tempót. Olyan is volt, engem tolt egy Tesla. És akkor jó, hát akkor tolt, akkor elengedtem, de azért én is ott voltam, de azért izé, és hát egy ilyen 5 perc múlva gyakorlatilag kullogott a legkülsőbb sávban 80-nal. Akkor rövid versenyeket szeretik. Olyan ez, mint a horgászatot, hogy a Teslát le kell fárasztani. Igen. És ez akkor elfogy az áram a Verdából. De én az, amit a Pista, amiről beszélni akar, hogy friss tesztek vannak az elektromos autók téli hatótávolságáról, hát azért azt tudtuk, hogy ezek nem olyan híresen jók, ezek a téli hatótávolságok amúgy se. Tehát nem tudom, mi az új, mi a friss. Hát meg fogsz hát az az új, hogy még rosszabb, mint gondolnád. Az az új, hogy hát nyilvánvalóan mindenből több energia kell, hogy télen egy ilyen gépezet működjön. És amikor én teljesen lazán, már így elindítom, ez egy gomnyomás volt. Az automat és a második mozdulatom a fűtés, ülésfűtés, akkor ezt egy Teslás meggondolja ezerszer. És akkor nekem 24 fokon dübörög az ambiente, illatos, szellőző, ionizáló vizém, légfúvallatom. És mit csinálsz? Indexelsz be, hadd vigye az áramot. Hadd vigye az áramot az index. Nekem van! Én villogni is tudok. Tesla, ilyenkor örül, ha szervója van. Ha tehetné, lekapcsolná. Szóval valóban ez télen azért itt tud. Én mindig elmondtam, hogy félek télen, ha taxit rendelni és elektromos jön, mert akkor a fűtés az biztos, hogy nem megy. Jó. 9 óra 11 perc, jó reggelt, szevasztok, hallgatók, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek, Gyuri, hello. Jó reggelt, sziasztok. Anecia, jó reggelt, sziasztok. Most egy picit átcsapott ez a, ugye a Tilla után beszélgettünk, ki mit talált a padlásán, stb., hogy tőlünk várják, hogy mondjuk meg, hogy értékes-e vagy sem. Hát ezt mi azért nem tudjuk, tehát, hogy fogalmunk nincs. Persze. Van sejtésünk, és nyilván van olyan is, hogy valaki túl gondolja azt, hogy mit érhet, azért, mert egy dedikált darab van nála. Volt egy ilyen, aki azt mondja, a tankcsapda, a bakelitje van, 1000 forintért vette, de aláírta, az most több mint 200 000-et ér. Azért az erősen kétlem. Nyilván lehet jótékonyságból valamit licitre bocsátani, és akkor elérhet ilyen árakat, de önmagában egy dedikált, mai működő zenekar által dedikált lemez, az nem feltétlenül ér ilyen sokat. Ja. Jó, mi van még? Sziasztok, lányom nagyon szereti a Kinder tojást, 34 éves, sorozatok vannak benne. 1989-es Walt Disney-s minikönyv első kiadás. Jó. Uh-huh. Uh-huh. Hát lehet, hogy van értéke. Sziasztok, van egy eredeti Opel varrógépem működőképes állapotban. Wow, na az lehet érdekes. Igen, az izgi. Borbészéket ma megvenném a feleségemnek a fodrász üzletébe. Hát, hát ha valaki, aki írta, hogy megvan a borbészék, és nem kell neki, és ír még egyszer, akkor lehet, hogy összehozzuk ezt. De nem tudjuk, milyen a borbészék. Én csak álmodtam azt, hogy ez lehet, hogy egy jó bőrpárnás, krómos, nem tudom milyen. Ez a baj, hogy leírtad, hogy milyen gyönyörű, aztán nem tudjuk. Aztán nem tudjuk, hát nem igen. Tudjuk. Nem azt mondtam, hogy ha ilyen lenne, akkor tényleg. Hát igen. Van egy több mint 100 éves mentőcsónakom a holland királyi flottából. Mai napig egyben van, trópusi fából készült réz szegekkel. Még bordázata sincs, mert annyira profi technológiájuk volt, hogy rugalmas maradjon a csónak. Aztán.
biztos baromi jól néz ki. Biztos. Igen. Jó, akkor sziasztok, rábukkantam egy leletre Rudabányácskán, amely Leonardo da Vinci keze munkáját viseli, így bizonyított, hogy 1476 és 1478-as években ebben a községben élt, Rudabányácskán. Nehezen ócsúdik a világ erre a tényre, ezért még szélesebb körben folytatom a kutatást. Tisztelettel, Hardahevesi István. Hű. Tehát ő már bizonyított, Leonardo itt élt Rudabányácskán, de senki nem hiszi el neki. Nagyjából itt tartunk, ugye? Ez nehéz. Én is a világgal vagyok, tehát nehezen ocsudok most az SMS után. Nem nagyon hallottunk róla, hogy ott élt volna. Tehát így nehéz bizonyítani, hogy nincs kézzelfogható. Azt mondta, hogy ez a kézzelfogható, hogy az ő keze munkáját viseli az a darab. Nem tudom, milyen darab. Tehát, hogy Leonardo Rudabányácskába oda ment és kiccelt egyet valami? Lehet, hogy egy művészettörténész tud Leonardo Rudabányácskai korszakáról. Ez nem, tehát lehet, de nem. Azt mondja, a világ nem fogadja még el, hogy Rudabányácskán lakott Leonardo. Mm-hmm. Na mindegy, én nem tudom, hogy akkor hogy utaztak az emberek, milyen migrációs politika volt akkor érvényben. Igen, meg hogyha a világ nem fogadja el ezt a tényt, akkor te miért fogadod el? Tehát, hogy ez is egy kérdés. Igen. Bocsi, csak 24, én 26-ra nyomom már, mint a fűtést, full ülésfűtéssel, kormányfűtéssel, plusz Andi, PS, szintén egy benzines. Uh-huh. Igen, Tesla. Jó utat. Kedves Bocsi, szívemből szóltál a teszlásokról, múltkor az egyik játszotta a fejét. Lámpánál odaálltam mellé, annyit mondtam, Budapest-Debrecen, aki hamarabb leér, egy az egyben az autó a tét. Nem ment bele a bohóc. Na, lesz miről beszélgetünk. Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Váj István. Jó reggelt, Pista! Szevasz! Hát figyelj, én fogom a hasam. Én szeretettel köszöntöm a rudabányai Leonardo da Vinci rajongókat, egészen a svéd királyi rohamcsónakos, akik hihetetlen sztorik vannak. Egészen elképesztő. De tudod, mindig ilyenkor az a kérdés, hogy oké, hogy kincsed van, de hogy kinek adod el? Mindig a piac, a kereslet a kérdés. Hát igen, ez az. Meg hogy hol adod el? Mert lehet, hogy nekem van egy első világháborús brit torpedón, azt adom a tengeren, de aránylag nehéz vagy a kertbe, de nehéz értékesíteni, mert nem látom a fórumát az első világháborús brit torpedón, azt adoknak, tudod? Hát pontosan, melyik piacon? Tehát mondjuk Balázs Pali aláírását se tudod eladni Johannesburgban. Tehát nagyon nehéz. És képzeld el, nekem eltűnt a dedikált Balázs Pali CD-met teszt autóból, és a mai napig síratom, pedig személyesen nekem küldte. Innen is üzenem, hogy Pali, küldjé újat, mert nekem az kell. De ez van az autóknál is, amúgy ez is érdemel egy adást, ez a megtaláltam a dunyhával letakart nagypapa autóját, szerintem sokat ér. Igen, és ez itt a kult szó, hogy a szerintem. Mert a szerintem, meg az akár szó, az ugye mindig felmerül, ugye itt az elektromos autók hatótávja, még így az elektromos autók terén is, és hát annyit még bevezetésű, hagyd mondjam el, hogy a mai napon fantasztikusan indult, és innen is szeretnék gratulálni tényleg az országos mentőszolgálat minden egyes dolgozójának, akiket kihívtak a 70 éves randalírozó amerikai turistához a luxus szállodába, aki egy üveg viszkivel a kezébe mesztelenül maszkált a hotelbe, és Black Sabbathot énekelt. De és ehhez kihívták a mentőszolgálatot. Figyelj, a srácok szerint a hasukat fogták a röhögéstől. Ez most volt a Bark at the Moon énekelte egy 70 éves amerikai turista. Figyelj, Isten látja lelkem, én beleláttam magam. Ahogy ott mászkálok egy szán semmivel. Pista, ez bármelyikünkkel megtörténhet pár év múlva. Így van. Én nem mondom, soha nem mondtam, hogy soha, mert nem tudhatod. Viszont gyönyörűen át tudunk kötni erről a nem tudhatod rólára is, hogy hát nem tudhatjuk, hogy valójában mennyi a hatótávunk, és most az elektromos autókról beszélek, mert ugye annak idején, amikor fogyasztási, károsanyag kibocsátási adatok csalásával, meg hamisításával gyanúsítottunk meg gyártókat, meg kiderült, hogy amúgy csinálták is, szóval ez nem csak egy gyanú beigazolódott, akkor vajon mennyivel finomabb történet az, hogyha
hogyha kiderül, hogy az elektromos autót hatótávja, az meg sem közelíti a gyári előírt értéket, ami ugye a VLTP norma szerinti, ez a Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure, nek a rövid, gyönyörű szép adatát nem közelíti meg, és ugye ez most hatványozottan előjött a hidegbe, és nem csak nálunk, ahol most azért már pont ilyen 8 fok van itt, de például az Egyesült Államokban nagyon-nagyon komoly fennakadásokat okozott az, hogy hirtelen bejött a mínusz 25-30 fokos hideg, ott is, ahol eddig nem szokott, és egyszerűen az elektromos autók nem értek el a töltőkig. Vagy ha elértek, ez konkrétan most ez egy chicagói sztori, de ugyanez lejátszódik itt Európában is, azzal a különbséggel, hogy itt már rutinosabbak vagyunk ott, ahol aránylag magas az elektromos autók részaránya, viszont tartósan hideg van. Ott viszont nem. És ugye amíg melegen tartja az aksit az elektromos autó, úgymond kondicionálja, esetleg vársz a töltőre, addig rendben van. De ahogy neked ott közben elfogy a töltésed, az aksit visszaül, és van úgy, hogy egyáltalán nem is vesz fel töltést. Erre konkrét példa van, meg is szólaltatnak, ugye a New York Times-ban megjelent cikk alapján, és onnantól kezdve ez egy láncreakció, mert te ott állsz, vagy hiszed taxit, ott hagyod az autót, vagy fölteszed töltőre, és akkor 2-3 órán át foglalod, közben jön a másik, harmadik, negyedik, és egyszerűen hegyekben álltak a mozgásképtelen elektromos autók a töltők előtt. És ugye most az ADAC, hát nem most, a napokban elvégzett egy ilyen hatótáv tesztet a legtöbbet, vagy a legnagyobb eladásokkal rendelkező elektromos autók esetében, és hát megdöbbentő eredménnyel, hát számukra megdöbbentő eredménnyel végződött az egész történet. Ugye azt tudni kell, hogy ez a VLTP norma, ez egy norma. A gyártónak ezt kell tudnia, ez szerint a norma szerint adja meg az elektromos autó hatótávját. Uh-huh. Na most, tudod-e te például, hogy a VLTP norma az mit akar? Elmondom neked, hogy a VLTP, figyelj, és mi van, ha tudom? De mindegy. De nem fogod tudni, mert ez annyira kretén a valóságtól elrugaszkodott mérési metódus, aminek köze nincs az úgynevezett real life, valós élet fogyasztási ciklushoz. Szóval, az autók a mérőpadra felállnak 23 fokos hőmérsékleten, 23.250 métert tesznek meg. Még csak nem is százat. Nem egész 23 kilométert, és ebből számolják vissza a kilovattóra per 100 kilométeres fogyasztást. Érted? Ezt a 23 kilométert is 4 ciklusra bontják. Van az alsó, középső, magas és nagyon magas, vagyis városi, országúti meg autópályás, erre maximum 30 perc van számva. A legmagasabb tempó pedig 131 km per óra, amit tényleg csak egy pillanatra kell elérni az autónak. Na ez alapján számolják ki, hogy a te a katalógusba majd mi kerül. Jó, hát valamilyen normarendszer kell. Tehát, mint ahogy az átlagfogyasztás is ugye meg van határozva, hogy milyen sebességgel, stb. Tehát valami normarendszer kell. Ez ilyen ebbe teljesen igazad van. Ugyanakkor nagyon fontos megjegyezni, hogy amikor egy ilyen reklámot nézünk, akkor keressük mindenhol, és erre visszahúzódik a műsor elejére, az akár szócskát. Uh-huh. Mert az akár 600 kilométeres hatótáv, az lehet, hogy a legnagyobb akkumulátorral szerelt kivitelre vonatkozik, ami egy motoros, de az, amiért te bemész a boltba, az már nem fog ennyit tudni. És ugye jellemzően 15-20%-os különbséggel lehet számolni a gyári adatokhoz képest, mínusz nyilván visszafelé. Ugye itt voltak típusok, konkrétan előttem van a táblázat, amik meg sem közelítették a gyártó által megadott normát, 512 helyett 385 kilométer. Annyit csinált az ADAC, bocsánat, annyi különbséget csinált, hogy kimentek az autópályára, és rátettek egy ilyen 130 km per órás plusz mérést erre az egész VLTP normára. Ami teljesen életszerű. Ami nyilván életszerű, és hirtelen hány százalékkal mutatott más adatot? Hát bizonyos esetekben 31% különbség is jött. A mindenit.
És ez nem mindegy, nem mindegy, már csak azért sem mindegy, és erre tök jó rámutatott erre az USA-ba betört hideg, mert hiába teszette el feltöltve az elektromos autódat, vagy állsz meg vele bárhol a hidegbe, mire kijössz, állánlag sokat veszít a hatótávjából, egyszerűen azért. Egyébként miért? Igen, ez érdekel, hogy miért? Kiül az aksi? Ez egyszerű fizika, az akkumulátor technológia jelen pillanatban ezt tudja. Ez olyan, mintha valaki oda menne, és akkor leszívna valamennyi benzint a kocsitból. De azért, mert hűl az aksi, veszít az energia szintje? Igen. Igen. Aha, jó, nem tudtam. Hát gondolj bele, kint hagyod az autódat mondjuk egy éjszakára, vagy hagyd kint a sima autódat két hétre a hidegbe, meglátod, hogy le fog merülni egyszerűen az aksia, vagy ha rámérsz, akkor látod, hogy veszít egyszerűen a teljesítményéből. És innentől kezdve ugye adódik a kérdés, hogy amikor te elmész, és a hatótáv szerint, mert ez a hatótáv az egyik kulcsfontosságú adat egy elektromos autónál. Adódik a kérdés, hogy akkor hogyan mérjük, mennyire kéne egy valós mérési ciklust bemutatni ahhoz, hogy valamennyire megközelítőleg is valós adatot kapjál. Hiszen azért az elektromos autóval is tudsz menni percekig 100 km per órát, gyere csak ki valahol a körgyűrűre Budapest környékén. Szóval nem a valóságtól elrugaszkodott gondolat az, hogy de hát az elektromos autóval én nem járok gyorsan, mert igen, de szoktál gyorsan járni, ott ahol 100-on, ott mész 100-zal, és akkor megnézheted magad, hogy mennyire csökken le a hatótáv. Itt mi látunk egy táblázatot, ezt gondolom, hogy te küldted, ahol különböző autótípusok hideg, tehát fagyos és ideális állapot közti energiaveszteségét mutatja. Itt a Hyundai Kona, Ford Lightning, Audi e-tron, Ford Mustang, Tesla, Y, igen. Tesla 3, Chevrolet Tesla, Volkswagen ID4, Nissan Leaf, Tesla S és Nissan Leaf. Na ezek vannak itt. Itt mit történik? Itt tulajdonképpen azt látod, hogy azok a körülmények, amikor ideálisak a körülmények, és tudjuk nagyon jó, hogy van olyan, de azért nem az a jellemző, hogy ahhoz képest valójában mekkora a különbség a hatótávban. Van, aki ezt megpróbálja házi praktikákkal orvosolni, úgyhogy melegen tartja az aksipakkot. Nem egész, szerintem alig két hete történt, hogy Dániában, szóval nem Timbuktuban, hanem elnézést kérek minden timbuktui lakostól, Dániában egy kenyérpirítót dugott a tulajdonos az akkumulátor csomag alá, amivel elérte azt, hogy leégett még a kocsi beállója is. És hívni kellett a tűzoltókat. Szóval ez nem megoldás, hogy te melegen tartsd az akkumulátor csomagot. De jelentős a veszteség, amit itt látunk, nyilván mérföldben van itt megadva, de a Hyundai Konánál legfelső az 325 mérföld hatótávról a hidegben csökken 200-ra. És akkor... Igen, ez ugye pont emiatt, ezek miatt a hidegek miatt jött ez elő, ez a probléma. Amúgy védeném a mundék becsületét, az ANDAC teszt szerint még a koreai autók közelítették meg legjobban a megadott hatótávjukat, és viszont például az európai gyártók autói azok eléggé elvéreztek. Hát figyelj, gyakorlatilag felére csökken a Volkswagen ID4, amelynek kb. 250 mérföld a hatótáva ideális állapotban. 47%-ot is tud veszíteni ilyen valós körülmények között a hatótávból. És ugye az már mindjárt más, amikor te azt látod, hogy 497-et mutat, de igazából 310-et tudsz elmenni. Szóval az már egy olyan szignifikáns különbség, amivel hát, ha nem számolsz, akkor ott leszel útközben, hogy riadt tekintettel keresed a legközelebbi töltőt, és onnantól kezdve már mindegy, hogy milyen, csak valamennyi delejt vegyen föl. De Pista, egyébként mondjuk fagyos időben ő a valósat mutatja? Tehát ő tisztában van azzal, hogy én mondjuk tudok menni 350-et, és most igen. Én nem tudom, hogy kint mínusz 26 van, ezért ugyanúgy 350-et mutatok, holott tudok menni 180-at. Igen, és akkor igen, a valósat mutatja, hiszen visszaszámol, akkor látod azt, hogy egy kilométeren belül mondjuk 7-8 kilométer csökken a hatótávod. Mert ugye látod a kilométer számlálót, hogy mennyit tettél meg, és látod, hogy mennyit csökken a hatótáv. És ezzel nincs is semmi baj, ez egy abszolút normális alapfizikai jelenség, aki elektromos autót vesz, annak viszont ezzel számolnia kell, nem szabad hagyni, és ezt tényleg minden potenciális vevőnek mondom, nem szabad hagyni, hogy ezekkel a számokkal megvezessük magunkat, csak azért, mert nekünk ez tetszik. Szóval ne hitessük el magunkkal, hogy majd a miénk ezt tudni fogja, mert nem fogja. Sőt, ez ugyanolyan,
Az én benzinesem például, amikor ránézek arra, ugye van egy olyan, ott a kijelzőn van egy olyan funkció, és megmutatja, hogy hány kilométert autózhatok még, tehát mint az elektromos autóknál, azzal az üzemanyaggal, ami éppen benne van. És nekem van olyan, hogy mutatja, hogy mondjuk 147 kilométer van még hátra, megyek egy ilyen 5 percet, és már 152 van hátra. Igen, az attól függ. Ugye ezzel tudsz játszani. Én is így járok, most jelen pillanatban egy dízel kombival járok, mert ez praktikus nekem, hogyha kicsit visszaveszek, akkor látom, hogy 940-re, ha megtankolom, felugodik 1056-ot, és akkor az ember ugye egy kicsit boldog, és hát nézd már, azért mégiscsak. Ezzel tudsz számolni, és nincs rá hatással a hideg. Itt ugye ez a nagy probléma, hogy az időjárási körülmények azok nincsenek azért úgy hatással egy belső égésű motoros autóra, mint egy elektromosra. És ez egy ugyanolyan finom csúsztatás, mint amikor azt mondjuk, hogy Norvégiában az elektromos autók aránya már túltesz a belső égésű motoros autók arányán, ami egyszerűen nem igaz. Ebben most jutottam pont bele, egy nagy magyar portál vette át ezt a baromságot. Egyszerűen arról van szó, hogy az eladásokban 90%-ot megközelíti már az elektromos autók eladása, viszont elég utána nézni, tudna Norvégiát mindig példának hozzák fel, elég utána nézni, hogy 917 ezer elektromos, illetve plug-in hibrid autóval regisztrálva egy 5,5 milliós országba. Igen. Ez tök jó a részarány, csak mellette ott van 5.400.000 belső égésű autó, magyarán az elektromos autók részaránya Norvégiában 17%, abból is a legtöbb, az a főváros Oszló környékére összpontosul, mert második, harmadik autónak veszik a norvégok, hiszen széláron megveszi, adókedvezményt kap és nagyon olcsón tölti. Ez nem azt jelenti, hogy már több az elektromos autó Norvégiában, mint a belső égésű, mert ez nem igaz. Ilyet ne állítsunk, mert ez egy finom csúsztatás, és meg lehet levezetni az embereket. De senki nem mer oda elmenni leellenőri. Te elmenni Norvégiában megnézni, hány autó van, nem? Tehát, hogy az ember nem megy Norvégiába általában. Igen, csak annyira egyszerű, mert a norvég statisztikai hivatal közé teszi az adatait, basszus, hát látom. De elve nonsens, hogy egy 5,5 milliós országban 917 ezer villanyautó van, akkor a többiek mivel járnak? Görkorcsolyával? Pista üzenik. Szóval ne hagyjuk magunkat megvezetni. Pista, Pali vagyok, vegyél egy CD-t, gyere el egy fellépésre, és akkor majd aláírom. Ezt nem tudom, hogy Pali írta, vagy egy álpali, de tudjad, hogy van egy ilyen. El fogok menni mindenképpen, és figyelj, én nagyon drukkolok azoknak a kedves hallgatóknak, akik kincseket találnak, csak mielőtt még neki megyünk ennek, hogy fú, én most mit találtam, nagyon alaposan járjuk körül, hogy hol fogjuk tudni eladni, és hogy ez valójában mennyit ér. Pontosan, így van, ez a lényeg a kereslet. Köszönjük szépen, Váhi Pista! Jó kegyetek, sziasztok! Ami Pistánk. Még üzenik, hogy mindegy, milyen, ha régi a borvészék, azok még gyönyörűek voltak, majd felújítom. Nem jelentkezett azóta az eladó. Édesapám 1992-ben egy orosz, második világháborús katonától vett egy írógépet. Utána néztünk, és bizonyított tény lett, hogy Eva Braun írógépe volt. Hát ez itt egy megint egy jó kérdés. Mit jelent, hogy bizonyított? Tehát hogy van egy írógépen, ami van egy nyilván tokja, bizonyítva, hogy lehet bizonyítani azt, hogy ez Eva Brauné volt, és most nyilván nem a náci relikviákat akarom népszerűsíteni, persze, de hogy van bizonyítva? Van egy fotó konkrétan ezzel a írógéppel, vagy csak az orosz katona elmondta, hogy ezt onnan szerezte, ahonnan, és akkor lehet, hogy 38 ilyen írógépet próbált elsózni Magyarországon. És valószínűleg 37-et sikerült is. Igen. Körmend város pecsétem van, kit érdekel? Az jó lehet, sok minden. Hangsúlyom, Uri, kit érdekel? Ja, hogy így lehet használni, így pecsételgetni? Egy érvényes körmendváros pecsét, igen. Oh, hát figyú. Mi? Hát azért abból lehet csinálni. Miket? Mit? Hát tulajdoni lapokat lehet. Igen, átadhatod a város kulcsát valakinek. Nem. Tulajdoni lapot nem tudsz azt a fölhívni. Mi? Például kiutalok neked egy üzlethelyiséget Körmend belvárosában, pecsét tiéd. Ja, úgy. Nem árt hozzá némi aláírás is, szerintem. Ja, akkor meg vagy. Hát de melyik aláírás olvasható? Adjál már valamit Körmendennek. Nekem nincs, neki van. Ennyit erről. Köszönjük szépen, a mai nap legjobb pillanatai következnek. És ez egy nagyon érdekes kalandozás volt, nem is annyira a múltba, hanem a Z-generációnak köszönhetően a buta telefonos világba. Igen, mert hogy Amerikában elindult ez a trend, hogy lemondanak az okostelefonról a fiatalok, inkább a régi nyomógombosat használják, és gondolkodtunk rajta, hogy vajon a mi életünk ettől hogy változna meg. 3-10 lesz 5 perc múlva, nagyon vicces, mert barátom Kaffer Zulu, azaz Topi, jelenleg egy Teslával tart valahova, és üzeni, hogy ez nem úgy van ám,
És akkor kérdeztem, hogy ugye nem a saját Teslára szólt, de akkor mondom, kérdeztem, hogy fűtés van-e, erre röhögő emojikat küldött csat, az, csak aztán fölhívott. Nem olyan vészes, megy a fűtés, a hőszivattyú, így nevezte a fűtését, a hőszivattyú csak 40-50 kilométert vesz le. Ó, csak. Aha. Én remélem, hogy nem hallja ezt, amit most mondok, mert nyilván, hogyha az autórádió is megy, az még 30 kilométert levesz. És nem még egyenes az utca, azt nem kell indexelni. Így van. Na jó, van, jó utat neki egyébként. Miket írnak még? Mindegy, milyen, ha régi a borbészék. Ja, ez meg volt. Á, Pistát nagyon jó hallgatni. Köszöni a mai teljes körű tájékoztatót, egy benzinvérű rajongó. A faldoktor, akkor Opellel megyek Ingújban. Mellettem Tesla nagykabátban az utasok. Aha. Árulkodó. Igen. Fotó van róla, ez az Eva Braunos írógép. Édesapám 94-ben ezért ment Berlinbe, hogy bevizsgálják, és a német hatóság kiállította a megfelelő iratokat a hitelességről. Hát, amennyien a mit német hatóság ilyeneket csinál, hogy Eva Braunt hitelesíti egy írógépen, akkor az nyilván valid, az nyilván igaz. Aha. Hogy mi alapján, ezt nehezen tudom elképzelni, de hogyha van egy ilyen papírod, akkor nyilvánvalóan ez a megfelelő gyűjtőnek ér valamit. Ja. Jó, a Z-generáció furcsa szokása. Furcsa, meglepő, mert hogy nem mi kezdtük el, akik még bele kellett, hogy tanuljunk az okostelefonban, a Z-generáció Amerikában már elkezdte azt, hogy abba hagyja az okostelefonozást, és visszatér a buta telefonokhoz. Ez a bocskor! 10 óra lesz 4 perc múlva. Na, azt írják itt nekünk, hogy holnap utazom Norvégiába, ígérem, megszámolom az elektromos autókat, futi Tomi. Jó. De csak olyan, a Topi barátom elküldte éppen a screenshotját az ő Tesla kijelzőjének. Annyit írt, hogy Dunántúlra megy, nem tudom, hogy honnan, de miután Kecskeméti illetőségű, gondolom, hogy honnan. A Dunántúl az meg egy tágfogalom. De megnézem, hogy megy a rádiója, világítás, nem tudom, hogy megye. Távolság 167 kilométer. A megjött. Megjelentés az utakártyán, várjál, megjelentés 168, távolság. Távolság 168, tehát a aktuális vezetési mód. Zárak, világítás, megjelent, biztonság, szerviz, szoftver, várjál, sávban van, alkalmazzon kis erőfeszítést a kormánykeréken. Jó, hogy elengedted a kormány, Topi? Hát nézd, itt van egy ilyen, és alkalmazzál egy kis feszítést a kormánykeréken, mert nem érzi a Tesla, hogy vezeted. El van foglalva az, hogy bizonyítja itt az akkumulátort. Ja, most látom a kijelző tükröződésében, hogy ő két kézzel fogja a telefont, és úgy fotózta le. Nem a távolság itt a legnagyobb ügy. Igen, 87-tel megy, ja, így könnyű. Tehát 87-tel. Igen, aha. Így könnyű. Jó, de hát, te mennyivel mész, ha nem fogod a kormányt, érted? Tehát logikus. Na de várjál, most látom, hogy ez nem is autópálya, az országút, tehát valószínűleg nem is akar többen menni. Azt mondja, ülésfűtés megy, összes energia a 6457 kWh. Na. Igen. Jó, hát nagyjából itt tartunk, drukkoljunk neki, hogy haza is érjen vele, tehát ne csak... Abszolút. Hát majd az érdi emelkedőn visszafelé. Az érdi emelkedőn. Kicsit megköhög a Tesla, de... Na, Eva Braun írógépével kapcsolatban. Azt, hogy az írógép betűje, ez valaki más írja, az írógép betűje olyan, mint egy új lenyomat, egyedi. Ha van egy levél, amit Eva Braun írt, az már bizonyíték. Ebben egyébként igaza van. Hány krimiben láttuk azt, hogy az írógépnek, tényleg minden írógépnek a leütött betűje, az mindig eltér valamelyest a másikétól, és azzal tényleg be lehet azonosítani. Uh-huh. Na, akkor hát ez akkor... így még működhet. Jól van. Vágó Piros jön, és névnapja van. Isten éltesse Pirost. Isten éltesse a drága Pirost, boldog névnapot. Reggel is megünnepeltük már egy picit, ugye, amikor a Piroska nevet betolta Anett a naptárunkba. Pontosan. Szóval ő érkezik a névnapos, gratuláljatok neki, szereti az ilyet. Extra használhatja a kávégépünket ezen a szép napon. Hé, ma ki is tisztította most, képzeld el. Igen? Ezen a jeles napon, igen, most láttam. Hát azért kellett a lábamat lehúzni a kukáról, hogy ki tudja önteni. Ja. Jön tehát Piros, ne feledjétek, ma ugye ezek a pluszok vannak, és aztán holnaptól jön megint a lehűlés, tehát ez azért majd megerőltető lesz sokak számára. Nálunk itt esik az eső, mindenki közlekedjen óvatosan, és mi biztonságban visszajövünk holnap reggel 6:08. Viszlát!